your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM. 6 óra után 14 perccel itt vagyunk. Egy jó kis kedden. Egy nagy kapcsután. Hello, Feri, hello, hello. Hello, jó reggelt. Hello, mindenkinek. Egy jó zene után. Hát komolyan mondom, migrénes omon lesz itt a tükörgömnek a csillogásától. Egyszerűen fantasztikus volt ez. Mi? Ó, de jó volt. Olyan jó, hogy korábban egy kis sergéssel kezdeni. Kicsoda, ne haragudj. Nem tudom, Axel és Ingrosso volt, azt nézem. Inkasso. Inkasso. Axel és Inkasso. Axel és Inkasso volt. De ez nekem új, nem? Vagy még nem hallottam annyiszor. Nem baj. Na, vannak új zenék is. Ez egyébként meggyőző. És akkor itt is húzunk egy vonalat. Igen, de biztos lehetne olyat is választani, ami... Igen, amit már többször hallottunk, de még tetszik. Nagyon érdekes zene volt. Érdekes. Sokan szeretik egyébként, szóval ne a mi zenei ízlésünkből induljunk ezt, hogy mindig megvédem ezeket a zenéket, hogy... Na most az így, hogy még meg a Zsül, aki szintén szereti ezt a dalt, tehát akkor ti ketten szeretitek, mi ketten meg nem szeretjük. Igen. Belőlem ez most semmit nem váltott. Ne, se pró, se kontra. Én gyűjtöm a szemem, és ott láttam magam egy melegbárban Kobayashi felsőn Japánba. 1986-ban. Ez én teljesen így hallgattam, de hogy se pró, se kontra. Azt mondják, az a jó rádiózene, ami így nem vált ki nagy érzelmeket. Aha. Belőled, de szívesen. De vannak kivételek. Hallgatod, tehát belőlünk kiváltott valamit belőled, nem? Valahogy nem. De meghallgatjuk újra. Rögtön eszembe jutott után, a Fekete Eső című egyébként nagyszerű. Az egy jó film. Nagyon jó kis akciófilm. Michael Douglas-szel. Endikáciával. Igen. A messzi hol? Kínában? Japánban? Valahol Japán. Ugye? Valahol Ázsiában tudom, hogy sok. Valahol messzi, de. Sok a vágott szemű benne, arra emlékszem. Igen. Tényleg, és meghal a társa, és akkor ott valamit, ott úgy egy motoros megöli. Igen, a japán maffiának, a jakuzának egy feltörök, új generációjával kerül szembe Michael Douglas. Igen. Aki próbál meghonosítani, de nagyon-nagyon jó. Most ha ezt a két ajánlót külön meghallgatom, amit a Jani mondott meg te, akkor a tiédre azért nem nagyon csapok rá. És valami vágott szemben. valami. Egy motorral megy valaki. Nem tudom, a 80-as évek közepén. Arra igen, már jó régi. Igen, jó film, csak jó régi, mert emlékszem, csak tudom, hogy a társát megölik, ennyi maradt meg, igen. Meg megölik a társát, és ezért Michael Douglas lesz, és igen. Akkor leszámol. Picit bepipul a srác. Leszámol mindenkivel. Mi újság, minden oké, mindenkivel, minden rendben? Minden, nagyon-nagyon-nagyon rendben van. Egyre inkább az érzésem, hogy meg fogom csináltatni a jogsit. Na! Kis motorra, ezt nagyon komolyan mondom. Egyre inkább... az aszfaltra kívánkozom. Úgy érzed, hogy ez a korai indulás, amit tegnap igen. Már feszegettünk, hogy te honnan jössz, és így mikor van. Indulsz, mi honnan jövünk, és mikor, valamint az 50-es villamosnak. Mi van, homeless volt, büdös volt? Ja, nem, most például nem, az tegnap volt. Tegnap volt, igen, egy kicsit, vagy hívják, egy kicsit így érettebb szagú cuccban szállt föl valaki. Ez egyébként sűrűn előfordul, tehát hogy azért nem csak én vagyok ennek a haszonélvezője, ennek a jelenségnek. És ma? Úgyhogy ma nem, ma csak a tegnap most csengetlen. Nem, most hogyha készültem, a holnapra gondolom. Ja. Nem tudom, hogy tudom-e neked ajánlani ezt a motorozást. Tehát erről már nagyon sokat beszéltünk, ugye neked is volt egy ilyen belövés, én, igen. Hogy kicsit így szeretnéd, de te veled letetették. Igen, meg én is. Nyilván átgondolja az ember, nem tudom, hogy te egy ilyen robogón, Jani. Nekem ez az A meg B, tehát hogy Lőrinc, Népliget, szerintem ez egy vállalható dolog. Itt megyek szépen egyenesen, odafigyelek mindenre, szépen már letöltöttem a izét, a kerékpáros kisokost, meg a tankönyvet, igen, hogy majd megnézem, egyébként interneten keresztül is már el lehet végezni a Crest tanfolyam részét, tehát hogy viszonylag egyszerű dologról van szó. Aztán nem gondolkodom ilyen nagy dolgokba, veszek egy ilyen villanyrobogót, valamilyen ilyen kisebbet, amilyen kis elektromos árammal tölthető, valami olyasmit akarok, tehát semmi nagy álmom nincsen. Jó, de láttam itt tegnap az egyik kollégának a motorját, csoda szép volt egyébként, egy ilyen olasz moci, elképesztő. A szép kis moci. Fú, nagyon, egy ilyen nagyon komoly robogó volt, gyönyörű szép volt, nagyon tetszett, de én egy ilyet nem akarok. Ha tippelnem kellene, azt mondom, hogy az első és a második hét között fognak elütni valahol. Tehát én arra tenném, nagyjából. Jó, nem a motor lesz az első, hanem a felszerelés, amit megveszek. Amit mondanék, az nagyobb oda tenném. Gerincvédő sisak. A hetedik és a 14. nap között fognak először elütni. Tehát az lesz az első intervallum. Mert az első héten tudod, ahogy megszerzed, akkor még óvatos vagy, új a moci. Keresgéled magad, és egy hét után már egy ilyen álbiztonsági. Igen, egy álbiztonság érzet megjelenik benned. Na és ott azon a paf! Így van.
Húzol egy kövéret, húzok és kövéret, és eljutok egészen az elektromos robogóknál gyárilag lefolytott 45 km/h sebesség. Jó, hamarabb beérnél, még azzal a 45-tel is biztos vagyok benne, mint ezzel az átlagos. Sokkal, persze. Ez nem lenne rossz. Ja. Nem lenne rossz. Komfortosabb közlekedés, ezért nem ülnek a nyakadba, béké hagynak. Nem cseszegetnek, nem. Van benne egy pici veszélyfaktor, az tény, hogy egyik ismerősünket sikerült elütnie valakinek, nem adta meg neki a jobb kezet, 30-al ment teljesen szabályosan, hát és az ott táppénzen sántikás szegényke. És ráadásul olyan volt az egész szituáció, hogy egyrészt ugye az autós volt a hibás, teljesen egyértelmű, hogy fiatal srác volt, nagyon segítőkész volt, oda ment, megnézte, hogy él, aztán elment. Aha. Lélegzik, jó. Az a baj, hogy szerintem a motorozáshoz kell egyfajta autós rutin is. És te egyből fölülni robogóra, ráadásul majdnem 50 évesen, az... Majd folyamatosan online kapcsolatban lehet. arra gondolok, hogy autóval azért egy csomószor már hozzá vagy szokva bizonyos helyzetekhez. Tehát látod, érzed, hogy ő ki fog jönni, ő bizonytalan, ő már nem adja meg a jobb kezet, ugye, mert hozzászokott a szemed a ritmushoz, és látod, ha valaki tököl, már érzed, hogy fékre kell lépned, mert ebből gáz lesz. Ha ez a rutin nincs meg, és egyből motorra ülsz, ott még ezt nem látod, mert ez ki kell, hogy alakuljon. Ez egyfajta látás, nem? Így van, meg egész más lesz. Tehát az a motoros szemlélet. Valamikor ki kell alakulnia. Ez is két, igen, el kell kezdeni. Nem. Én még bírnám, ha megcsinálnád, én unszollak már egy csomó ideje, hogy legyen már jogsi. Egy A-kategóriás. Vagy egy autójogsi, az is jó lenne. És vegyél valami kis autót magadnak, aztán itt haladgassál. Ez az elektromos robogó, ez jó. Ez jó, hogy tudnád bent tölteni, vagy itt bent töltetni, tehát hogy otthon ne kelljen az áramot fogyasztani, ez szerintem tökre korrekt. Remélem 8 után jönnek be a tulajok. Addig lehet a dolog, tök jó lenne. Megnézni, hogy hány méteres kell. Hogy az ablaktól le tudjam vezetni kint az utc. Jó. És akkor egy töltéssel elmegy valami 50-60 kilométert, és mondom, maximum 45-tel lehet vele menni, mert ez ilyen előírás nálunk. És akkor ilyen 1500 wattosat néztem ki nekem. Ugyan, tehát de tegyél hátra egy kis kosarat, ami volt régen a jávákon. Hát tehát előre, első kosár, tegyél bele két népszavát. Ott van tanulóvezető felirat? Van, hogy nem. Maximális van? Ugyanúgy van. De ezt hova, a hátára kell ragasztjuk? Uh-huh. Hát, ragasztjuk majd mindenhol. Előre, hátra. Bocsi feliratot, egy D-betűt. Ne kezdő vagyok. Elbetűt, laikus, ahogy szlovákok rakják. Ócó, de legalább ki van fizetve. Igen, úgyhogy jó, csinált, figyelj. Csak aztán érez, Oli, nehogy elüsön az 50-es villamos, mert az aztán pláne. Ja, tényleg, bosszúból, hogy nem veszem igénybe a szolgáltatásra. Nézegetem, egyébként egész pofások vannak. Viszonylag keveset lehet kapni, nincsen akkor a kínálat belőle, még mint tőlünk nyugatabbra, de hogy egyébként vannak belőle egész jók. És nem ezt az elektromos kerékpárból alatt, tehát nem aminek, amit lehet tekerni is, hanem egy ilyen rendes kis motorocskát. De ez tök jó, arra nem kell biztosítás, nem kell semmi ezekre az úgy mennyi, hogy neki futsz, és akkor tekered, és aztán hirtelen beröffent, tudod, mint a régi és utána beröffent, tehát akkor miért vegyél? Az nagyon menő. Jó, aminek nagyon, hajtott a pedálja, várjuk. Vagy egyáltalán van pedálja, azok még ugye elektromos kerékpárnak számítanak, arra nem kell jogsi. Tehát, hogy bármikor vehetnénk, csak az egy picit... Az a Tatter vonal, ugye? Kicsit, egy picit, igen, azért annyira nem akarnék előre szaladni. Igen, hogy bringás vagy, de tulajdonképpen helyes, aranyos, te vagy az a biciklis, aki még hisz a bringázásban, de már öreg ahhoz, hogy letekerje 20 km. De inkább csak alibi a pedál. Igen. De arra azt mondják, hogy egyébként, aki például ilyen hegyekre megy föl, meg mindenre, arra nagyon jó, de hát mondjuk Lőrinc is a rádió viszonylatában kevés. Igen, a Szarvascsárd a legmagasabb hegy. Az egy legalább egy 10 méteres emelkedő. Igen, tengerszín felen. Nagyon jó. Majd néha így adás közben egy-egy tesztkérdést bedobunk, hogy tudj készülni. Jó, csak így tök váratlanul egyszer csak jön egy villamosos kereszteződés, ott mi a helyzet, merre kell átmenni, mikor van elsőbséged, jobbkész szabály, micsoda, és akkor gyorsan válaszolsz, akkor behúzzuk. Mit, ha látsz egy X-et a táblán, az micsoda? Egy X a táblán. Van egy X. X a táblán? X. Látsz egy táblát, Lottozom. Jobbra neked ott egy táblás, egy X. Az mi? Vasúti átlag. Közel. Nagy X. Egy rohadt nagy X. De nem olyan X, nem piros fehér X, hanem egy fekete X, egy piros táblán. Nem, nincs meg? Fekete polgárjogi harcosokkal közel. Ne akarni. Itt Ku Klux Klan. Itt Ku Klux Klan működik. Óvatosan a kerületben Ku Klux Klan működik. Nem, az a jobb kész szabály. Illetve egyenlő uta kereszteződése. Na. És akkor ott viszont jobb kész szabály érvényes.
ceruzától. Most csak úgy jött, mert ezek a 3-4 táblát tudok összesen. Ez az egyik, amit fontos tudni. Lelkiismeretes vagyok, ezeket be fogom biflázni. Tehát, hogy ez tök fontos, hogy ezeket tudjam, hogy okosodjak. Okosodjak. Legyen majd azért ilyen fedélzeti kamerád, hogy lássuk, hogy repülsz le a motorról. Tehát az legyen meg, ahogy ugye egy hirtelen váltjuk, csak hogy előre látjuk az utat, és hirtelen beesel a saját kamerád elé. Értem. Tehát azért azt majd lássuk, hogy lebucskázol a kis bukós, és abban a könyök védőben ott gurulsz egy kicsit. Vagy az utolsó 3-4-en ugranak. Az utolsó négy pillanat azelőtt, hogy pofán mennek meg, azt mondja, hogy nekem volt elsőbsége, de hogy nekem, hagyjál, te anyám! Igen, kakaskodott a bukós is, de ez jó, mert megborítanak. Ez jó, mert egyébként a nagyon felúz egy autós, akkor egyszer leállítod a fejed, és neki rohansz az oldalsó ajtónak. Bukós is, akkor betöröd. Heves kis kakas. De aztán ott egy kicsit kóvályogva elállítulsz. Igen, kóvályogva eldőlsz. Igen, aztán nem, visszafutok a motorhoz, felugrok rá, megpróbálok, hát nem gázt adni, hanem hogy hívják ott? Áramot adni. És akkor látom, hogy már a pirosban van a mutató. Nem úgy, hogy köpcentim mondják a jogsit? De, azt 50 köpcentim, igen, tovább az elektromos, motor, de most 300 watt felett. 300 watt felett kell jogsi. Aha. De 300 watt alatt meg nem érsz ide, mert 4 szeket töltened, nem? Tehát az meg nem ad le teljesítményt konkrétan. Hát az mégis a ceruza ellen elmegy át. Elmegy melletted egy DAV-busz és elborulsz. 300 wattban annyi taurin van, meg koffein, hogy ért. Na, az meg a másik, hogy ki tud egyszer 300 wattot magáival tenni. Nem, mert azt érek, hogy akkor arra nem is kell jogsi egyébként. 300 watt alatt. 300 watt alatt. Igen, de azokból nincsen teljesítmény, tehát hogy ez már tényleg ez a kicsit bedöcögő kategória, tudod, ez a szerda szombat piacnap van. Azért azt már látom, hogy feltartod az ülői utat, és egy 4 kilométeres sort meg erről középen. Nem, ráadásul nincsen hangja se. Tehát, hogy az a jó, hogy... Kicsit a fika, mint Dan, aki ráfagyva, tudod, az... Az orr... Nem gondoltam bele, de... Kicsit az orrára mész eszpenbe, mert az egy vidékén, ott a sör helyett is bor folyik, és ott nagyon jól lehet sielni. Ezt a helyet úgy hívják, eszpen. Akkor beérek, akkor letöröm őket ilyen virágkarónak. Kis karónak letörögetett őket, és mész egy kis tartalékesztyűddel, és nagyon fázol. Mögötted ilyen 4000 kilométeres orr. Ilyen régi pilóta sapkába, aminek lebeg a két füle, tudod, ez a... Jó, hát figyelj, ezt én támogatok minden ilyet. Támogatok. Ez is egyfajta kapuzárás, de hát ez nem baj. Szóval, igen. Hát járjátok ki nekem ezt az utat, értem, hogy mi vár majd rá, hogy 10 év múlva. Valaki vesz egy Harley-t magának, én meg veszek egy ilyen villanyrobogót. Csak hogy jössz itt majd egy ilyen kis pirosod, narancsárga, első álló hosszabbítóval, mindig azzal fog ki behúzogatod, bedugod. Nem, át fogom festeni olyan színre, mint nem ilyen a homlokzat, hogy ne látszódjon, hogy lelóg elő. Még minden, ami ezt kicsit ingyen töltesz. Ez jó, jó egyébként. Egyiket sokkal olcsóbb még így is, mint a benya. Meg egy csomó helyen van töltő lehetőség, azt nem tudom, hogy robogót is lehet-e tölteni, de például a régi munkahelyünkkel szembeni nagy pláza mellett van egy ilyen zöld kút, és akkor odamész kocsival, odaállsz. Ha azt nem tudom, hogy annak a csatlakozója jó-e rá, mert hogy ugye ezek a patentebb autókhoz, ilyen Teslákhoz, meg Nissanokhoz, amik ugye elektromosak, vagy pedig hibrid hajtások, ahhoz jó, de az egy speciális csatlakozó. Nem, ez kétféle benne. Kétféle? Van akkor a sima, van benne hagyományos? Hát akkor nem gond. Ja, viszel egy kis hosszabbítót, földugod a mocidat. Ennyi. Meg leszel. Meg is vagyunk. Vigyázz, a tankolok. Hatkor itt földugom, 8-ot hímelyek, már ellopták. 9-re már visszavitted a boltba a védőfelszerelést, 10-re már meg is vagy az egész. 11-kor már újra ülsz az 50-es villamoson. De mondom, az első az lesz, hogy úgy fog kívülni tényleg reggeleket, egy ilyen BMX bandit, amely mindent fel fogok magamra rakni. Könyökvédő, térdvédő, gerincvédő. Ú, de várom, én nagyon bírnám ezt megvennéd. Ez jó, ezt csináld. De hogy engedik egyébként közlekedni úgy, hogy nincs jogsia? Javít. Nem kell ismered a kreszt. Hát az hogy? Én a brigánsoknál sem értem. Hát mert bringán, az mind az elektromos. De ez nem kéne egy minimális kreszt vizsga. Hát kellene, De az iskolában kéne még. Tehát az általános iskolában például a gyereket illene fölkészíteni, illetve apunak meg anyunak, mikor még tologatott cseprényére. Egy tábla, egy jobbkész szabály, egy elsőbség, egy főútvonal tábla, egy villamos átmegy a sinen, ott kinek van elsőbsége. Hát azért ezeket nem árt tudni. Nem? Nagyot üt az 50-es azért. Igen. Jobbról megérkezik a sínen. Stop táblázni, ez a fölfelé mutatott hüvelyt? Igen. Állj meg, tesó. És akkor így mutatja, állj meg. És én alattam, hogy állj meg, AMS. Nem, állj meg, AMT. Igen, légy vigyél el az a stop tábla. Na jó van, hát akkor meglátjuk. Szóljál, ha megvan a kis járgány. Viccelj, viszlek egy kört vele. Egyik reggel bejön, ledobja a bőrcsekijét, abból fogjuk tudni, hogy megvan. Jó, ezt mint csoki az üveg. Aki tényleg.
Előkeresgélem otthon a régi Kawasaki felvarrómat. És ennek is van olyan, mint az elektromos autóknak, hogy ugye annak sincs saját hangja, a motornak hangja, viszont a nagy gyártók már beleraknak egy hangszórón keresztül, hogy legyen valami motorzaj, hogy hallják a gyalogosok, ezen is lesz, vagy neked kell... Nem, mindenképpen egy TZ-nek a hangját szeretném. Minimum. Egy ZK-nak. Hát Csoki volt jelező üvegtigrisben, hogy babettával járt, volt egy macskája, ő ne legyen babája. Én ne legyek kemény, mondta Csoki. Na mutatjuk, mi történt velünk. Tegnap Feri bevallotta, hogy rágyújtott, és hát sokat dolgoztunk azon, hogy kitaláljuk neki valami büntetést, mert vallott. Vallott, mielőtt lebukott volna, hogy ő bizony rágyújtott egy cigarettára, kvázi visszaszokott. Külnöm. Hát halok. Igen, tulajdonképpen megbeszéltük, hogy nem volt, de mégis kitaláltuk neked egy büntetést. Úgyhogy ezt megmutatjuk, aztán Ákos elmondja a legfrissebb híreket, közel lehet jelentkezni játékra. Ha játszanátok, hogy állunk? 1-0? Egy nulla oda? Kimondta. Igen, kimondtad. Igen, én kimondtam. Úgyhogy akkor úgyhogy jövünk egy visszavágóval. Jó, jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk az ismétlés és a hírek után. 7 perc, múlva pontosan 7 óra. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk, és már is játszunk. Csak gyorsan előtte egy közlekedés, a 6-os balesetmentes Lottyó küldte nekünk. Köszönjük szépen. Tata és Budapest között autózom, szupi lenne játszani. Ja, hogy ez nem, nem közlekedés. Lottyó. Na, jól van, oké. Hát akkor nézzük meg, hogy ki a 7 második játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt. Jó reggelt. Hello. Hello. Azt nézem, hello, várjál, ha nem találok. Hogy hívna? Anna pedig megírta. Hello, Anna. Igen, én vagyok. Sziasztok. Hello, Anna. Honnan hívtál minket? Igazából Tatáról indultam, de most már Pesten vagyok. Tatáról indultál? Aha, Tatáról indultál. Mikor és mivel? Ugye? Igen, mikor, mivel, hogy, hogyan, miképpen. Gyalog szoktam elindulni, igen, amúgy így általában máshogy érek fel, amúgy így, hát Tatánakon, Pesten dolgozom, úgyhogy autóval járok be. És mit dolgozol? A BP-nél, British Petroleum-nál vagyok, ügyfélszolgálatos, a számlázási aztán. Igen, meg egyéni vállalkozóként vagyok esküvői dekoratőr. Esküvői dekoratőr. De jó az, neki. Az milyen fene? Ja, gondolom, asztalok, szalvéták, kiegészítők, girlandok és... Igen. Speckó kívánságok. Igen. Na, jól van. Oké, kivel játszanám? Janival. Nagyon jó. Úgy is akarok kérdezni egy csomó dolgot a hivatásoddal kapcsolatban. Akkor indítjuk az órát. 3-2-1, tessék! Na, mesélj. Mesélj egy kicsit a hivatásodról. Nagyon érdekel, tényleg. Az esküvői hivatásodról? Az, persze. Van másik is? Rendben. Nem igazából ez most... Ott a végén, nem igazából. Ott álljunk. Már meg is volt. Azt mondtad, hogy nem igazából. Igen, nem igazából. Bizony, azt mondtad, hogy nem igazából, azt mondtad. Az baj, hogy rossz helyen álltam meg, és itt a rendőrök jöttek, hogy el kéne állnom, tehát. Ejj, tapsoljuk meg a rendőröket, akik jól végzik a munkájukat, és Janit, aki ez van. Ezáltal egyenlített. Nekem meg az a baj, hogy nem vagyok 180 cm magas, szőke, kék szemű, de hát most azt már, hogy kimondtad. Akarsz? Anna, ez nagyon... Most már nem, már belenyugodtam. Ez nagyon gyors volt. Tehát tök jó egyébként, tök jó lett volna ez a téma. Én annyira nem várom, hát hogy nem derült ki. Nem? Névnapom is van. Tessék? Névnapom van ma. Egészség a boldog névnapot ki. Kicsit csalódott vagyok, de hát az van. Húha. Nagyon bírom. Én nagyon bírom az ilyen játékosokat. De most érted. Kicsit csalódott vagyok. Hát most ez van. Figyelj, Anna. Jó van. Hát ünnepled valami a névnapodat? Valamivel biztos, igen. Valamivel ünnepelte volna? Valamivel ünnepelte volna. Hát ezzel, igen. De hát... Nem így, gond. De hát, ha ilyen rossz fejek vagytok, gondoltam. Igen, ha még ajándékcsomagot se adunk. Most akkor idesével többet, akkor tényleg Petőfit fogom hallgatni most már. Ne szúrják ki magad el ennyire. Ja, igen, nem. Nem, próbálkoztam, de nem győzött meg. Tényleg, múlt héten, amíg nem voltunk, nem... Mibe hallgattál bele? Ki lehet mondani? Mi nyugodtan, nálunk minden, nincs ilyen, hogy most... Még a Music FM, a másik. Music FM, van ilyen. Az, igen. Sláger is van, Petőfi is van, nyugodtan, nálunk mindent ki lehet mondani. Na jó van, akkor puszilom.
Szia! Vigyázz magadra! Hello! Szia! Ő hol járt? Vajon? Kicsit más tempóban volt, mint mi, de... Arra, tündér volt, csak úgy... Kicsit ilyen filozofikus álkát volt, nem? Elgondolkodott egy kevéskét. Hát nem volt egy pergőbeszélgetés azért, igen. Szóval saját magán gondolkodott. Na de a lényeg, ami a lényeg, hogy akkor így viszont... Egy-egy jövünk föl, mint a talajvíz. Bizony. Bioer E-Max 90-es. Mi ez van? Lesz? Ez lesz. Ez a moci? Igen. Air Max 91, és a 91 az mi? Max. Ja, Max, Max 91. Max. Aha. Nem akarod megvárni a novembert? Hát végig csak azért. Hát, vagy hát nem is a november, bocsánat, tehát ugye szeptember végéig vagy közepéig már ki kell, hogy derüljön, hogy mi van a frekinkkel. Hát várj meg, most beruházol itt egy ilyen motorra, az ott fog állni mondjuk a garázsban, mert nem kell korán kelni. Eladható később, tehát lehet, hogy ez már a tartalékolás nálad. Meg azt tervezem, hogyha elég jó fej a cég, akitől akkor... Akitől kapsz. 3 hónapra próba. Ja, értem már, és novemberben lehet, hogy megveszem. Na jól van, szóval erről szól ez. Nem, egyébként, de hosszú távon is jó lesz az. Legalább ezt mit hagynom a gyerekre. Na jó, oké. Hát akkor a cégnek fel van adva a lecke, bemondta, tudják. Tehát ja, nem, ezer felé forgalmazzák. Tehát hát ugye. Akkor legalább az egyik, nem? Igen. Ugye? Igen, bocsánat, 999 nem érdekel, de az az egyik. Az egy e-mailt küldhetne, hogy természetesen most hallottuk legyen a Morningshow-t, és nagy szeretettel továbbítjuk a kis járványba. Próbaidőre, balesetmentes közlekedést kívánva. És kérek egy közvetlen kábelt Paksról. Az ipari áramkábel kell, igen. 2 perc, a pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. Open your eyes. Time to wake up now. És most, hölgyünk és uram. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Nincs benne a kezem, higgyétek el, nem én voltam. Egy jó kis everybody. Egy jó everybody, a Brexit Boys írja valaki. Nem én voltam, tényleg be volt szerkesztve, én szólok mindig előre. A DJ Oti nap van akkor is, meg azt mondom, hogy na jó, valami kis meglepetés legyen akkor most nektek. Meg ha Balázs lett volna, akkor jönne utána egy New Kids is, de most nem fog. Most nem, úgyhogy most nem nyúlhatunk. Jobb rossz. Rosszal megyünk tovább. Szóval nem vagyok benne igazából. Ha örültök neki, akkor sem veszem magam. Ha nem örültök neki, azt meg pláne nem veszem magamra, nem vagyok benne. Ez most miért kellett? Kérdezz valaki. De most nincs elég baj. Olyan messze van még a hétvégén. Szóval fesztivált DJ Otinak. Kicsit ebbe fektetnék, milyen brendet lehetne építeni? Úristen. A Steltházas aréna. Tudod, december megint valóban befurakodnál. Aha. Egy jó havas és egy huligensz közé. Úristen. Atya úristen, milyen bulit lehetne csinálni. A nagy lóvé, az bizony. Azt mondja, hogy mi a helyzet az utakon? Kevés a közlekedés hírünk. M1 Vicskei lehajtónál a kanyarban. Most mindenki leállított az autót. Igen, műszakhibás kamion vesztegel. A következő óbaroki lehajtó lehet lejönni a pályáról. Jó a műsor, Pityu. Pályáról pontosével. Nem szoktam ebbe belekötni, de ez most kiszúrta a szemem. Rövidebb, mint a... Mert ahogy írod, az két karakter. Nem tudom, én nem vagyok az Ági a DJ-ből, de ez most nagyon szemem vágott most pályáról. Mondjad? Mert ha azt SMS-be írod, ugye, az elipszilon az két karakter, két gombnyomás, ez meg csak egy. Látod? Aha. És ilyen spórol. Ja, akkor viszont így értem. Spórolunk. Igen, spórolós SMS. Mondd még egyszer a szót. Pályáról. Nekem tökre elipszilonosnak tűnt most, ahogy mondtad. Egyébként is forogjon sokszor a sírjában, aki kitalálta ezt, nem? Az elipszilonos én meg pontos ilyen, nem volt nekünk egy elég. Hogy miért nem forog egy kicsit, még hármat úgy, hogy elszédüljön, nem? De tényleg. Miért nem hantulják ki kazincik? Én már meghalok. Meg a nyelvújítás. De nektek még legyen rossz. Minden J betű a pontos. Hát az Isten kell ezt túlbonyolítani, hogy pontos, hogy elipszilonos. Nem minden. Most a gólya, érted, azt mondod, akkor úgy se hallatszódik, hogy ez milyen. Gólya.
Nem mindegy. Na most jön, hogy pontos vagy elipszilonos. Nem, a gyerekeknek elég baj az iskolában most. Még ezekkel is. De most itt egyénieskednek, nem? Tehát, hogy elipszilonos. Fogta magát, meghalt szifiliszbe, vagy akkor vérmérgezés, vagy nem tudom. Ja, igen. Érted, az azt mondja, hogy itt marad nektek. Itt marad ez nektek, akkor most a pontos, meg az elipszilonos, és akkor... Szenvedjetek vele ti is. Szenvedjetek vele sokáig. Hát méke, nincs elég baj a magyarnak. Hát nem, nem kell, méke. Tök egyszerű lenne. Osztal hozott volna valaki egy ilyen pontos kép. Hát lehet, hogy terjedelemre fizettek. Na, ugye is ugyanez a két leütés. Egy oldal, hiba meg. Ez nem. Ez kevés lesz. Van meg, van meg, ehhez is lehetne valami hosszabban. Bari, a parlamentnél feltűnően sok a ratata. Ott keresd. Uh-huh. Peti küldte nekünk. Tegnap óta nem pokémonoztam egyébként. Még tegnap Lacival kimentünk itt gömböket tölteni. Én néztem egyébként, hogy hol mentek. Ide megyünk ki, kimentünk, mert itt a hirdető táblánál kiértem. És egyszer csak megjelent Laci és Balázs, és elmentek hátra a csalitosba. Gondoltad, ez nagy buli lett. Mondom, kinek van egy születésnap. Semmi, Laci szerződés hosszabbított csak. Mondta, hogy itt van egy hirdető tábla, és ott a Pokémon gömböket lehet gyűjteni. Erre kimegyünk, állunk a tábla előtt, pörgetjük a gömböt, ugye, vagy így gyűjtjük be a gömböket, erre megjön a vezérigazgatás, hogy mit csinál, Pokémon osztok? Ő is benne van. Úgyhogy mondom, hát igen, gyűjtöttük a lasztikát, begyűjtöttünk egy csomó labdát. Muszáj volt. Hát ezeket be kell gyűjteni. De egyébként én nem kattantam rá. Szóval, hogy így... Most még. Hallottam, tegnap olvastam, hogy valakit fölnyársalt egy olimpiai stadion, talán Svédország, vagy nem tudom, hogy hol, mert a hülye be akart mászni, mert bent van egy nagyon drága Pokémon, és átmászott a stadionnak a kerítésén, és felnyársalt a kerítést, mert leraktak neki a pályára egy brutál drága Pokémon. Ez most már ilyen szivatás lesz szerintem. Igen. Hogy hova tudod, te fölteszed a Fradi pálya tetejére a Pokémon. A turulmadára, tudod, a szabadságszobora. Hát pont Laci mondta, hogy egy templomnak a tetejéről próbáltak meg leszedni egyet. Igen. Nyaralási idő alatt. Nyaraltak, és a templomnak a tetején ott volt. És azt próbáltak. De olyankor föl kell mászni hozzá, vagy mi? Hát csak beirányzni, csak meg kell próbálni lelőni. És addig álltak, amíg az csak kiszólt, hogy 9-kor mi se gyertek be nyugodtan. Látom, érdekel a téma. És a marha felmászott, és beszorult, és felnyásolta magát, és nem tudta elejteni a Pokémon. Ő tényleg marha volt, tehát, hogy most jobb, szebbet nem lehet rám mondani. Tehát ez most nem a Pokémon miatt volt, hanem béna volt, nem tud kerítést mászni. De nem, én tegnap még nagyon sokszor megnyitottam, és úgy azt hittem, hogy jobban elvisz, és rájöttem, hogy valahogy kevésben nem. Pedig a Pikachu, vagy ki az Isten kell elkapnod, Pikachu a legdurvább. Pikachu még nem kaptam el, de valahogy nem vitt el. Le is jöttem róla igazából, tehát nekem ez így ennyi volt. Kipróbáltam, röhögtünk egyet, megnéztük, de valahogy nem szippantott. De ha több lenne az elkapandó, akkor jobban érdekelne? Tehát minden sarkon állna egy ilyen vörös izófarkú muksi, aki tegnap kerestünk. Daihatsu? Nem nyitottam meg többet. Még egyszer az autóban megnyitottam, a Török Bálint felé, hogy van-e az út mellett valahol. Nem, hogy így vezettél. Ide kicsit vezettem és néztem közben, olyan nem volt, és akkor úgy azóta el is felejtettem. Én a Solymári úton szoktam nézni, hogy van-e ott az út szélén valami. Vörös izófarkú? A Méta utcánál meg a szemítégetünk nagyon sok vörös izófarkú. De most már ott egyre gyengébb. Főleg Torkos csütörtökön ott nagyon igazán ott nem lehet Pikachut találni. Találsz azt is, csak ki kell kezeltetned egy jó Pikachut. Na, azt nézem még, hogy mi a helyzetünk. Mi a helyzet az SNS falom? Nyugi van. Ezt írták? Tessék? Ezt írták, hogy Bali, ezt mindenképpen olvasd be. Gyomaendrőd felé közlekedők sebességét mérik, vigyázzatok. Speedy küldte nekünk. Köszönjük szépen. Valamint Tata és Budapest között egészen jó a forgalom, és jól lehet haladni. Ezt még annak küldte. Aki egyébként aztán játszott velünk. Fekete-fehér igen nemet. M40-es Birmingham felé jól járható, London irányába kezd egy kicsit megtelni, kaptuk ezt is SMS-ben. Magyarváros még. Igen. És Chuck Norris befogta, mint így van, ezt tudjuk, ezt tegnap bemondtuk, vezetékes telefonnal a Pokémonokat, úgyhogy vége a Pokémon láznak. Mit kezdtél el mondani? Csak, hogy tegnap én járkáltam a városban, és itt is teljes nyugalom és csönd van, tehát például parkolóhely, vadászat, ami szokott lenni a belvárosban, hogy mész, próbálod megnézni, most ez a hülye rendszer van, hogy ugye úgy kell menned az egyirányú utcába beparkolni, hogy így betolatsz régen azt, aki kitalálta. Az jó szerinted? Hát, hogy mész befelé az egyirányú utcában, és visszafelé kell hátra ilyen srégen betolatni. Tehát nem úgy van, hogy orra beállsz valahova,
Na, Srégen. Te, aki egy elektromos motorral akarsz ízni a városban. De ez csak Srégen volt így. De azt mondtad, hogy régen, nem tegnap volt. De nagyon Srégen volt, vagy tegnap volt. Na, szóval kevesen vannak a városban. Egy Istenem, analfabéta. Hát csak én is ugye most ezért is Srégen. Most mi vagy? Nem álltok be az egyirányú utcába arccal előre, hanem tovább megyek az utcán, és falra betolatom. Igen, és falra kell betolatnom. Az egyirányú. Az egyirányú utca parkolója úgy van meg. Te most nem értem, hát hülye vagyok, de tényleg nem értem. De... Hát lerajzolom, itt az utca. Mostanság. És mikor? Igen. Itt hajtasz be egyenesen. Igen. És nem így parkolsz be a ceruzával mutatom. Ja, értem, hanem továbbmész és vissza. És mi az értelme? És ennek mi az értelme? Azt én nem tudom, hogy ezt kitalálta ki. És ez hol van? Hát megöllek! De minden utcában hát, így van? Az egyirányú utcák, belvárosi egyirányú utcák most már így vannak a parkolási rendben, hogy nem orral tudsz beállni, hanem továbbmész. Na most, ha a jóindulatú polgár jön mögötted, akkor ráállt, tehát te már nem tudsz ide visszatolatni. Ennyi. Szerintem azért, hogy amikor kiállsz, ugye bringás jön itt szembe, illetve majd Jani jön a kis elektromos robogójával, akkor jobban tudod elütni az autó orrával a Janit. Aha. Ennyi. Aha. Nem tudom, mi az értelme ez kitalálni. Talán, hogy lásd a bringást jobban, nem? Hát lehet. Lehet, na a lényeg az, hogy nagyon kevesen voltak a városban tegnap. Aha. Tehát volt parkolóhely, és lehetett menni, lehetett haladni. Hát jó, nagyon jó. M0-ás viszont, meg az M7-es bevezető tegnap annyira bedugult, hogy egy több kilométeres volt, teljes full beállás, család ment le, lementek egy kicsit egy rokon látogatóba Balatonra, azt hiszem, hogy az Annahegyi pihenő előtt fordítottam őket vissza. Én mondtam nekik, hogy érd magasságában pontosabban, és mondtam, hogy inkább jöjjenek inkább haza, mint hogy áldogáljanak ott a sorban egy ilyen 40-50 percet valahol. Hát ez egy halál volt. De úgy, hogy visszatorlódott egészen, hogy az M7-es bevezető, ott van egy kanyar, ahogy rámész, hogy az M0-ásról az M7-esre, az egészen vissza az Annahegyi pihenőig az egész beállt. Baleset volt, hogy mi volt? Volt egy kisebb baleset is, meg hát egyszerűen olyan forgalom volt, mint hogyha hétvége lett volna. És ez egy hétfő. Ha mennek nyaralni az emberek, ha menjenek is. Menjenek. Balatonra. És akkor most így nem mennek sehova. Tehát inkább hazajöttek. Mondtam nekik, hogy jönnek haza. Van krémes. Hát figyelj. De akkor azért, mert mondjuk várni kell valahol fél órát, akkor ők nem menjenek le a Balcsira? Hát abba volt azért több is. Tehát, hogy ahogy kinézett, így a vaza információja alapján az egész elmetes. Igen, na most azért elég kellemes dolog volt. Főleg úgy, hogy már merül a telefon. De mennyi időre megy? Ha egy hétre mentek volna, akkor azért megy. Egy napra leugrottak volna csak. És egy ilyen élő, ilyen jelzőőr vagy, aki figyeled, hogy merre mennek, és akkor ülsz otthon, és nézed a vazét. Így van. Én vagyok a fakas. Ők még elmondják, hogy hol tartanak. De miért nem nézik ők? Tyúkanyó és Csibe. Mi nézte? Virág nézte egyébként a átsülésen, és ő jelezte az édesanyjának. Csak de azért te otthonról bejeleztél. Én bejeleztem. Ránéztem így 10-11 óra magasságába. Igen? Aha, nem. És már csörögtem is neki. Nem mondom, hol? Igen, mert láttam, hogy az Annahegyi pihenőnél már állt, és akkor rájöttem, és mondom, hol vagytok most? Hát most fogunk itt a Vétjévek, tehát a Diost környékén. És akkor mondom, hogy akkor most egy jobbos anya, és akkor forguljatok meg, mert nem fogsz tudni róla lejönni. Sehol. Hát végig mennek a hetesen, és valahol fölmennek az M7-esen. Igen. Ez mit még van egy példa alternatíva, az kikerülni, hogy lejussanak a Balcsira, nem kell egybe hazajönni. Érted, mert valahol jobb van. Otthon van krémes. Hát, jó, én értem. Azért ott, hogy... A Diósnál rámentek a régi hetesre. Végigmentek a hetesen, és érni fölmentek a pályára. Az csók. Vagy Marton csak mondom Mársár, egyébként, hogy egészen... Gyuró, Velence, Agárd. Ott már lenni is van. Világos, Balaton, Fonyód. A tárnoki pihenőhelyikbe volt állva. Tárnok után is föl lehet menni a hetesről. Jó, van. Gyertek, hát akkor menjetek, hajrá. És jó szórakozást kívánok a kedves családotoknak, hogyha ők meglépik ezt. Én nem mondtam, hogy nem megkímélek benneteket ettől. Ti tényleg ilyen manó család vagytok, ilyen jelzőfényeket gyújtotok, nézitek egymást. Ja, mert hogy az alapján, hogy odafigyelünk egymásra is. Fölhívjátok egymást, a dugó van, a Virág a kocsiban nézi a vazét, család. Te még egy ilyen hátsó megerősítésnek, egy ilyen otthoni sáncnak, otthon nézed a vazét. Tehát, hogy igen. Szemben nem jutnám, menj megoldja. Ja, jó, hát most ügyes igen. Lány látja a vazét. A Manó itt. Család, 328. rész. Manó család. Dugó Jani. Az M0-áson. De Jani otthon ül, visszarendeli a családot, van krémes, Manó család visszafordul. Kerülő út szóba se jön. Érdekes, de hát persze, nem baj, hogy így nyomjátok. Na jó van, kaptunk egy levelet, ez egyébként ez a levél bejárta az internetet, és kicsit már...
mindenki azon dolgozik, hogy bennünket ezzel a levéllel összehozom. Pedig nem kellett. Pedig nem kellett igen. Egyébként, mindenki kicsit magára vállalva ezt a dolgot, nem tudom, itt már azt is hallottam, hogy az RTL is ezen ügyködik, hogy minket összehozom mindenkivel, meg a levélírójával. De mi már tudtunk róla egyébként. Hát meg tudtunk róla, így van. Voltunk, azt azért ne felejtsük el, de gyakorlatilag minden egyes olyan kollégánk, akinek van Facebook oldala, azt szerintem én is tömegével kaptuk egyesével, hogy de látjátok, ezt nézzétek meg. Igen, én is 6 helyről megkaptam, hogy léci, hívjátok, jaj, segítsetek. Ami egyáltalán nem baj, sőt, egyébként a dolog érdekes, mert annak, aki bajban van, vagy aki segítséget kér, mennyivel egyszerűbb dolga van idézőjelesen, mint régen, nem? Fölraksz a Facebookra egy levelet, és 2 perc alatt tulajdonképpen bárhova el tudsz jutni. És bárkihez. Hát ebből a szempontból azért, tehát ez maga az internet, meg a Facebook ilyenkor csodákra képes. Vannak előnyei a közösségi oldalaknak. Igen, na, szóval, hogy a levél tartalma röviden, nem olvasom fel az egészet. Egy anyuka írt nekünk, akinek van egy gyereke, aki 14 éves, és ha jól tudom, akkor pont ma ünnepli ugye a születésnapját. Ricsikének hívják, és Ricsike levele tényleg bejárta az egész interneten. Tehát mi mindenki egyöntetően próbált segíteni az anyukának, apukának és Ricsikének, hogy valahogy eljussanak hozzánk. Hozzánk baromi könnyű eljutni, mert ha küldtök egy levelet a Morning Show kukac klasszfm.hu-ra, azt mi látjuk. Tehát egészen nyugodtan, ezt mi sokszor szoktuk mondani, hogy nem kell itt Facebook oldal, meg mást megkérni, meg csatornát, meg közszereplőket. Hanem egyszerűen küldjetek el nekünk, és akkor mi előkerülünk, ha máskor nem a szabadságunk után egész biztos. Tehát nyugodtan azt az e-mail címet használja bárki, aki bajban van, akinek segítség kell. És visszatérve a levélre, egy anyuka írta nekünk, hogy Ricsikének ma van a 14. születésnapja, és szeretné, nagyon helyesen írja, hogy bennünket hallgat, és imádja a műsorunkat. Ő egy beteg kisfiú egyébként, ráadásul nagyon-nagyon ritka betegségben szenved. Azt hiszem, talán a világon ketten vannak, igen, akik ebben a betegségben szenvednek, tehát elképesztő sorscsapás sújtja a családot, és szeretné az ő anyukája, aki nagyon helyesen megírta ezt a levelet, ha mi felköszöntenénk őt. Mert hogy ma van a 14. születésnapja, és amikor mennek kezelésre, és amikor ül az autóban szegényként, akkor ugye bennünket hallgat, és nagyon jól szórakozik egyébként azon, amit mi csinálunk. A dolog, ugye a nehéz az, hogy 24 órában az anyukája van vele, nincsen szegénykének barátja, és hát nem is túl sok impulzus éri, mert hogy nem tud nagyon kimozdulni ugye a betegségének köszönhetően otthonról, és hát hogy micsoda örömet tudnánk neki szerezni azáltal, ha esetleg felhívnánk, felköszöntenénk, és hát egy kicsit talán egy pillanatra megkönnyítenénk az ő helyzetét, vagy életét. Amit én nagyon szerettem ebben a levélben, mert azért azt mondjuk el, hogy nagyon sok ilyen elér hozzánk. Nagyon nem, sok, igen. Nem volt, amit nagyon szerettem az anyuka levelében, vagy hát magában ebben a Facebook posztban, hogy nem volt követelőző, nem volt ilyen olyan módon meghatni akaró, hogy úristen, nekem milyen tragédián van az életemben, hanem ilyen nagyon aranyosan megírt levélről van. Szóval, hogy igen, van egy Ricsikém, akit én a világon a legjobban szeretek, nagyon beteg, és hogy milyen jó lenne, ha például ugye azt is írta, hogyha sok levelet kapna, igen, a Ricsi. Igen, sok megkért kapna. Mindenki, hogy egy képes lapot dobjon postára, hogy gyerekek, ez mekkora dolog, hogy most ma valószínűleg Ricsihez a postás 2 zsák képes lappal ment el, és, reméljük, és mennyire örül neki, hogy igen, ez olyan szép, ez olyan jó. Igen, mert hogy hol laknak, ugye Jászberényről van szó, és igen, amit te is mondasz, hogy hát egyszer nincsenek barátai, nincs kivel beszélgetnie, és milyen nagy örömet tudna neki szerezni mindenki, és itt jöttünk mi a képbe, hogy még a levél végén ugye meg lettünk említve, hogy még egy dolog imádja a műsorunkat, és valaki segítsen neki abban, hogy hozzánk ez a levél, ez eljusson. Hát ez 600 helyre jutott el hozzá, és feljött is mindenki. Lefélétesek elkülönse véget a mindenki, aki írt nekünk is. Köszönjük szépen, hogy felhívta rá a figyelmünket erre a jelenség, illetve az ügyre, meg egyetlen Ricsikére, hogy ők mind nyitott kapukat döngettek, mert meg se fordult a fejünkben, hogy nem fogunk vele találkozni, nem beszélünk vele, stb. Rögtön minket is abban a pillanatban meghatott ez a dolog. Hát egyrészt a bizalom Ricsik részéről, hogy szeret minket, meg kedve minket, meg hogy sokat jelentünk neki, másrészt pedig az, hogy egy kicsit azért így szebbé tudjuk tenni, olyan, ezt a születésnapot. Persze, abszolút, úgyhogy köszönjük mindenkinek, aki írt, így van. Ági itt van velünk, Ricsi anyukája, még nincs itt Ági, akkor itt lesz velünk, már azt az infót kaptam, hogy itt volt, és itt is van Ági, hello, jó reggel, ciao Ági. Hello, jó reggel. Hello. Szia, jó reggel. Ági. Sziasztok. Na, jött már a postás? Igen, tegnap már az első adagot megkapta Ricsi. Nem mondod.
nagyon nagy örömmel bontogatták, mert tegnap több száz képes lapot kapott. Szegényként el volt fáradva, de mindig mondta, hogy na még ezt, meg még ezt, meg még ezt. Úgyhogy még este 10-11 órakor is azt bontogattuk, úgyhogy... Miket írtak az emberek a képes lapra? Az a boldog szülinapot ennyi, vagy valami még plusz kerül egy ilyenre? Nagyon boldog születésnapot kívántak, Ricsi egy igazi hős, fölnéznek rá, büszkék rá, büszkék legyünk rá, ami természetesen így van, de nagyon sok kedves szó, elég tényleg egy két mondat, és a fiúnak olyan melegség jönt el a szívét, egyszerűen azt mondta, hogy nem hiszi el, hogy ennyien gondolnak rá. Édesem, hát ez egy nagyon jó ötlet volt tényleg, és pont erről beszéltünk, hogy milyen jó a Facebook, nem? Hogy az ember ezt felteszi, és két sorra mekkora örömet tud szerezni a saját gyerekének. Csak az a nagy gond a mai világban, hogy mindenki rohan. Tehát ez a képeslap dolog is, hogy ez már el van felejtve. Ugye a mi gyerekkorunkban ez annyira természetes volt, de ma már ez nincs, ez kiveszett az emberekből. És ugye egyszerűbb leülni a gép elé, és leírni, hogy na, hogy mint van, csak ugye ez más, ez kézzelfogható, ezt el tudjuk tenni, később elővesszük, újra átnézzük, és ez mindig akkor egy öröm, amikor olvassuk. Hát ez egy jóval személyesebb dolog, persze. Persze. Azt jól mondom, hogy egy ilyen nagyon ritka betegség az, amiben ő szenved, ez egy genetikai betegség, és talán a világon ketten vannak, ő és még valaki? Igen, nagyon-nagyon ritka, sajnos utána jártunk, tehát külföldön is utána érdeklődtünk, kiderült végül is, hogy Ricsi az egyedüli ezzel a problémával. Tehát itt az a problémánk, hogy ugye a csontfelő tüdőátültetés egy szemétől, plusz még ezeknek a szövődményei, amivel most harcolunk, de nem adjuk föl, tehát megyünk előre, és mindig megpróbáljuk a kiskapukat megtalálni, hogy hol tudnak a fiunk segíteni. Mit tud csinálni egész nap? Meg azt úgy olvasom, hogy te vagy vele, ugye? Hát azért igen. Az egy elképesztő nehéz feladat, amire áthárul, nyilván nehéz neki is. Együtt vagyunk, olyan nap vagyunk, mint az ikrek tényleg, tehát szó szerint mindent együtt, minden gondolatát ismerjük egymásnak. Azt gondolnák, hogy a betegségével adódóan ő szexik egész nap, de nem így van. Ő egy nagyon boldog kis mosolygós nagyfiú most már, aki mondjuk a számítógépet nagyon szereti, de azon kívül minden mást, amit ugye a testi adottságai megadnak, azt ő megcsinálja, sőt segítek is neki, vagy segítünk neki, ha apa itthon van. Úgyhogy ő bármit például főzésnél segít, vagy akármint, tehát csak ugye kell egy kis segítség. De kimenni a lakásról, vagy elmenni iskolába járni, tehát ezeket a másnak teljesen természetes dolgokat ő nem csinálja, nem csinálhatja, nem? Nem tudunk lábra állni, tehát visszük a fiút mindenhova, meg van ez a kis műanyag lábban hajthatós kis motor, azzal közlekedünk. Magántanuló, nagyon jól tanul, úgyhogy, de visszük mindenhova, tehát a négy fal közé nem zárjuk be, tehát lásson világot. Aha, tehát ahova tudjátok, akkor lehetőségetek van. Igen, pontosan ez így van. Na és akkor ma nagy volt az öröm neki? Igen, bár megmondom őszintén. De tegnap mondtad, hogy elfáradt, csak ma újabb nap, és hát nyilván ma még érkeznek újabb csomagok. Igen, úgy is kelt korán reggel, hogy ma is fogok olyan sokat kapni, azt mondjam, akkor fel kell rá készülnem. Tehát már várja szegénykém, de hát nem baj, ez erről szól, mondtam meg, hogy a hét ez erről szól, mondjuk minden nap róla szól, de most a hét különösen. Külföldön is küldtek neki? Igen, nagyon sokat kapott Angliából, Írországból, Amerikából, tehát... De jó. Tehát nagyon sokat kapott. Hát akkor most tényleg boldog lehet a kis szíve. Na, hát ennek nagyon örülünk. Egy mondat erejéig tudod nekünk adni? Persze, nem akarjuk nagyon leterhelni, csak mégis felköszönjük. Meg mindjárt jön a postás. Ez meg a másik, hogy mindjárt csengetnek, igen. Hello, Ricsi! Szia! Itt a Jani, hello, itt a Feri Balázs, szia! Na, hát először is nagyon boldog szülinapot, kívánunk neked! Köszönöm, nagyon. 14. szülinap, hát az már egy komoly férfikor. Ricsike, mesélj egy kicsit, mit szóltál az ajándékokhoz? Nagyon Nagyon tetszett, de helyes vagy. Hát ugye mondta az anyukát, hogy ez még azért a tegnapi nappal nem ért véget. Hát ez csak a kezdet volt. Ez csak a kezdet volt, így van. Ma még azért tessék az ablakban állni, várni a postás, mert ez a dolog azért ez folytatódik. Ma még elfáradsz a bontásban. Ma még azért remélhetőleg elfáradsz a bontásban. Írta nekünk anyukád, hogy nagyon örülnél annak esetleg, ha mi meglátogatnánk téged? Ezt jól értettük a levélben? Igen. Jó, figyelj ide, hát akkor megbeszélünk majd egy napot, jó? És
ez ugye fiúk nevében, nem tudom, az időnaptáratokban nem láttuk bele, de valamit kitalálunk, hogy holnap, holnap utána héten, akkor mi lemegyünk, ahogy anyukát kérte, és akkor meglátogatunk egy kicsit, jó? Jó, talán, talán viszünk ezt. Á, de hogy szoktunk ilyesmi. Jó? Segítünk majd bontogatni a leveleket. János, igen, postás volt. Van egy nagyon jó papírvágó késem. Jó, nem is rossz. Nem is rossz. Kiváló postás volt. Egyébként van egy iszonyatosan jó papírvágó késem, és azzal tud majd neked segíteni bontogatni. Nézzen, és lenyúltam egy biciklit, és elő-hátul kosár van rajta, de ezt ők még nem tudja. Jó, Ricsike, úgyhogy megbeszéljük az anyukáddal, meglátogatunk szerintem, ugye ti Ászberényben vagytok, ki kell találni, hogy tudunk egy olyan időpontot találni, hogy mindhármunknak jó legyen, de akkor mi meglátogatunk téged. Jó? Na, puszilunk, vigyázz magadra, boldog, boldog ünnepet még egyszer neked, Isten éltesen sokáig. Add még anyukádat, jó? Szia, Ricsi, puszi! Hello, hello, hello. Hello, hello. Na, ugye jól értem, hogy azt írtad, hogy örülne, ha mennénk. Igen, igen, jó. Igen, igen, igen. Jó, hát természetesen akkor valamikor. Jó, megbeszéljük okay. Adáson kívül, és akkor még itt közel a... A mai szülinaphoz kitalálunk a napot, szaladunk. És akkor lemegyünk. Jó? Nagyon szépen. Hagyos postáról kézbesítenek nektek Jászberénybe, bejönjek, kérek egy postástáskát, egy sapkát. Kérdeztem az aktuálisokat. De régi nincs meg. Köszönjük a postás leányzót, hogy most a héten elég sokat fog hozzánk. Igen, de egy kicsi borravalót adjátok neki, mert a negyedik konténert rakja le elétek. Igen. Jól van, oké, okay, na, szépen. Hát igazán nincs mit, hát ez aztán az, ami tényleg nem kerül sokba, sőt, hát ez szívesen teszi az ember. Reméljük, ma is sok minden jön. Jó, jó. Szépen még egyszer. Igazán nincs. Rági puszi, sziasztok. Sziasztok. Ciao, hello. Sziasztok. Hello, hello, hello. Na, jól van. Oké, okay, tényleg, ha ilyen van, akkor nyugodtan használjátok a közvetlen oldalunkat. Jó, morningshow@classfm.hu. Facebookon is eljutnak hozzánk ezek az üzenetek, de az a legegyszerűbb, ha közvetlenül nekünk írjátok, és akkor tudunk természetesen segíteni. Lehetőségünkhez mérten nyilván. 7:30 múlt pontosan 3 perccel, jövünk Ákos hírejút, nem? 3:48 lesz pontosan 4 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Lehet, itt hogy Szlovákiában veszem meg a motort. Na, mi van? Szlovák rendszáma? Egyébként erre nem is gondoltam. Áfázol? Már lehet, most már szlovák rendszám, német rendszám már nem szednek ki annyiszor. Most nincsen magyar disztribútor, öcsém. Tessék? Bármit is jelentsen, ez valamilyen lakberendezés. Az azért baj, mert nem tudják neked felajánlani. Tudod? Nem szeretem a régi stílusú bútorokat. Disztribútor, ez szerintem régi darab. Ugye, lehet. Ezek az, amit a kolónián, nem az. Nem, disztribútor, ez biztos. Nem, ez olyan ügyvédes, nem akarok ilyen régies dolgokat. Igen, ez nekem se jön. De most mi van? Nagyon rácsavarodtál te erre. Ezeket az elektromos cuccokat. Hát, figyelj, srácok, most közben én nagyon komolyan gondoltam. Elmegyek, megcsináltatom azt a jogsit, lesz róla a papírom is, hogy kimerészkedhetek az utakra, végre lesz egyedül. Alibim. Igen, végre egyedül. Aztán reggelenként berobogok, illetve nem berobogok, hanem hogy is mondjam, csak suhanok. Aha. Már mennyire az ülő, hogy lehet suhan 45, a 382 jó. Darab kátyú okán. Nagyon rácsúsztál erre. Úgy látom, hogy záródnak azok a kapuk nálad is, nem csak a Ferinél. Bizony, bizony. Gyerekek, de jó példával jártok el. Hát ki hogy, ki tapossuk az utat, és tapossátok az szemezgetni kell a lehetőség közül. Tapossátok az utat, hogy mi vár rám majd, amikor rám tör a kapuzárás. Félmaraton, meg mit vagy tudom én, fogyókfura, meg leteszem a dohány, meg nem tudom, mit csak érzed. Vehetnék egy ilyen háromkerekű Harley-t, és két oldalon két, hogy hívják, motoros szemüveges úsztával. Érted, és én hogy indián fejdíszben. Jani, ugye, aki nem hallotta bevezetőt, motorozni akar úgy, ahogy én akartam, csak aztán mindig történt valami, és ezért én ezt így elengedtem, de János úgy néz ki, hogy sokkal elszántabb. Csak félt a feleséget. Nem mondtam, még az ő részéről volt a legkevesebb ellenállás. Még amikor elhatároztam, valakit épp elütöttek, és akkor mondtam, hogy ezek jelek. De nálad ez most úgy érzem, hogy le akar számolni az ötvenes villamosra. Már te ütötted el is a vízre leolvasó, ez az utcánunkban történt. A meleg vízre leolvasó. Tolatás közül a meleg vízre. Ja, nagyon helyes hírt találtunk egyébként. Eladó egy koala, nem Magyarországon. Koala Lumpurban. Koala Lumpurban, így van. Colorado-ban. Colorado államon eladó egy koala. És zseniális a dolog, mert hogy tulajdonosa egy év után szabadulna meg a világ leggonoszabb koalájától. Az mit jelentett? Ugye mindenki előtt ott van a koala, hogy egy nagyfülű, kis aranyos, kis cuki, kis szörmó, kis bujós maci. Na, neki elege lett, ő ezt megvette egyébként $3200 januárban, és
és hát nem tudja, hogy hogy alakulnak mostanában a kola árfolyamok a piacon, várja az ajánlatokat. Nem fogad el felújított klasszikus autót, dögös fotósorozatot a feleségről, és garázsajtó festés sem. És leírja a kola jó és rossz tulajdonságait. Garázsajtó festés sem. Azt se fogadja el. És leírja a hirdetésben, hogy milyen pozitív és negatív tulajdonságai vannak a koalának. Kifejti a bűnlistáját is, és az a durva, hogy kétszer annyi rossz tulajdonsága van a koalának, mint amennyi jó. De tök őszintén leírja. $3200 eladó. Jó tulajdonságok. Csak egyet-kettőt kiemelve, a rosszak egyébként sokkal jobbak. Jó tulajdonságok. Pókokat eszik. Igen, de mióta, ez a pókok szerint nem jó tulajdonság. Mióta velünk van, egyetlen pókkal sem találkoztunk a házban. Jó tulajdonság, utálja a született feleségeket, ami a feleségem kedvenc sorozata, írja az eladó, de ma már nem nézi, mert Gumnut, így hívják a koalát, addig harabdálta, amíg csatornát nem váltott, amikor ment a született felesége. Egészen jól kijött az egyik kutyával, és imád kocsikázni. Ezek a jó tulajdonságok. Nézzük a rossz tulajdonságokat, hogy mit vesz a nyakába az, aki 3200-ért megvesz egy koalát. Alapvetően úgy tűnik, hogy az eukaliptusz úgy működik a koaláknál, mint a drog. Ha Gumnut már egy ideje nem fogyasztott belőle, nagyon agresszívvá és erőszakossá válik. Megerőszakolta és megölte a feleségem cicáját. Megerőszakolta, majd megölte a feleségem cicáját, Miss Kittit. Őszintén szólva, ezt először a jó tulajdonságok közé akartam tenni, de már 2 éve próbáltam megszabadulni attól a haszontalan macskától, úgyhogy ez majdnem inkább a jó tulajdonság. Nem szép dolog. Megörőszakolta és megölte a felesége macskáját. Nem szereti az ázsiaiakat. Nem tudom, hol és hogyan nevelkedett, de tényleg komoly problémái vannak az ázsiai emberekkel. Zseniális kis kora. Imádja a Vin Diesel filmeket. Nyilván. Ez rossz tulajdonság. Nem tudni miért. A feleségeket gyűlölheti, akkor a Vin Diesel is tetszett neki, pedig az nem kapott új jobb pontszámot az IMDb. Nem tudni miért, de tényleg imádja őket, tök jó. Imádja a fényes tárgyakat, amiket el is lop, majd a kutyám hátsó felébe rejti el. Tök jó. Ország. Kifejezetten csöndes, nagyon jól lopakodik. Mindig rámászik a feleségemre az intim együttléteink közben. Engem ez kifejezetten zavar, de hát ha téged nem. Tehát ő egyszer csak megérkezik asszonyka hátsójára, miközben intim együttlét van. Néha egészen büdös és nem könnyű megfürdetni. Általában klorformos rongyal kell elkávítani, ahhoz, hogy be tudja venni a vízt. Most már most nem csodálkozom az agresszivitásán. Így van, most már. Honnan lopakodsz, hogy elkapod a klorform. Igen, valószínűleg az lesz, hogy a tetovált állatvédők fogják megkeresni a tulajt, és elhozzák tőle a koalát ezek után. Jaj, nagyon szeretem. De olyan kedves, jószág, itt ül egy ilyen műanyag fürdetőkádban, ez már a kloroform után van egy, ez a nem, az lehet, hogy egy, hogy hívják, gyakorlatilag egy labor kloroform. Amikor már a vízben van, általában minden rendben, amíg bele nem teszed, karmolni és harapni fog, te pedig vérzel. Nagyon jó. Hát ez nagyon az jó. Összes koala ilyen, vagy tényleg ő egy ilyen egy mutáns, aki rámegy az ázsiai emberekre, a Windy-zel. Hát, és a ő egy ilyen érző, kicsit felnőttes vénával megáldott koala egyébként. De szenzációs. Csak azon gondolkozom, hogy 3200, milyen 1 millió forint? Az ilyen 1 millió forintnak megfelelő összeg, nem? Igen, ugye? Dollár a számom, 300, na, igen. Ez 1 millió forintos ára van egy koalának. De csak az ilyen rossznak, a jók azok olcsóbbak. Még az, hogy kifejezetten csöndes, jól lopakodik és felmászik a feleségetre. Azért az meg, hogy te a negyed elején a fejénél egy kóla meg a hátára, és pacsisztok egyet. Gyere, amen. Egy egyetes kis tesszó. Az első ötnél szórakoztató, de utána már. Ideig szerintem tök jó, hogy megjelenik 2 fül az ágy végén, nem? Igen. 2 kis fül megjelenik, és felnézik. Kicsit várasztó lenni. Gumnut, és menj vissza a helyedre, hogy szeretnék együtt a feleségem. Gumnut, nézzi. Én ezt nagyon bírom. Nyilván a hallgatóinknak is volt olyan állat, amit megvettek és megbánták. Hát, nyugodtan írjátok meg nekünk, jó, hogy mi volt az az állat? Kakadú, kanári, nyuszi. Hullámos papagáj, nyuszi. Görény. Most miért bántasz? Mi vagy? De meg miért nézel ide? Nem csináltam semmit, most ezt miért kapom tőle? Szóval, hogy igen, olyan állatokat írjatok meg nekünk, amit megvetettek, és vagy a gyerek nem jött ki jól vele, vagy a feleségetek, vagy ti, és egyszerűen tényleg azon gondolkoztatok, hogy hogyan szabaduljatok meg tőle. Tehát, hogy mi lenne a humánus mód, a természetben elengedés a hullámos papagájnak, az állatkertbe visszavívés, mit tudom én, a kék farkú kanárinak. Igen. Állandóan énekeltek a pintyek.
Megbánt állatokat keresünk, jó? Ezt hogy ezt nagyon benéztetek. Jaj, de aranyos kis pincsi, aztán lett belőle egy 60 kilós káne korza. Igen. Azért nagyon meg de mit tett tönkre, miért volt velem macera? Megbánt állatokat keresünk, jó? Szegény gumnut hol lehet ő most? Figyelj, vajon eladtál gumnutot? Hát, vagy kín. Kín lehet most. Kinek a feleségére mászik? Kellene keresni valami sportcsapatot, aminek a koala, a kabal állata. És ők lehet, hogy örökbe fogadnák gumnutot. De nem kell egy ilyen mondjuk azért nem felejtsük el, hogy alapvetően a koala azért mégiscsak egy vadállat. Tehát, hogyha valakit mondjuk a természetes élőközegéből kiszakítanak, és arra kényszerítik, hogy mondjuk a melyiket, mi van a kedvenc sorozat? A Vindizet filmeket. A született feleséget utálja. Na, arra kényszerítik, hogy született feleségeket nézzen, értem, lehet, hogy én is ideges lennék. De azt írja egyébként, hogy szobatiszta és macskaalmot használ. Hát igen. Gyönyörűen. A szeret kocsikázni kifejezetten. És nem akar osztaszkodni Kittivel a macskaalmot. Hát, hogy megerőszakolta és megölte a feleségem macskáját. Na jó van, írjátok meg az SMS-eket. Jó, megvan állat, ki mit vett, hogy szabadult meg tőle, mi történt, és mit csinált maga az állat. Jó, ezt is küldjetek el nekünk. Mi pedig játszunk, itt van már is egy hallgatónk. Visszafelé beszélünk. Lészebb élet a szív. Hozzáj állat, élet a szívben. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Vácsigyellán, mime? Aki válaszol... Halló, jó reggel! Sziasztok, Rászács Aknaid vagyok. Aknaid Diana. Nem. Bianca, azaz. Bianca! Hello, Bianca! Honnan hívtál? Sziasztok, Budapestről, ez a legelszegi vagyok. Mit csinálsz? Tanulok. Mit tanulsz? Jogot. De most neked nem szóltak, hogy nyári szünet van, hogy haza lehet utazni? Szóval Egerszegre. Van munkahelyem. Na, mit dolgozol? Gyakornok vagyok egy jogi osztályon, egy osztagyártószegnél. Ó, azt a minél. De már akkor elvégezted az egyetemet, és már bojtárkodsz? Vagy még nem, még van két évem. Akkor harmadikos vagy? Igen. Hogy? Nem, az elsőre szám még két éve. A minden segít neki, hogy kitaláltam. És mi erre szakosodsz, hogy a jognak melyik irányvonala, tudod már? Hát inkább a versenyjog érdekel. Versenyjog. Ügyvéd nem szeretnék lenni, bíró nem szeretnék lenni, meg ezeket nem szeretném. Vagy ilyen vállalati jogászfolyással szeretnék foglalkozni, vagy valami hatóságnál dolgozni. A hatalomvágy, mi? Elszánt céltudatos. Ez az. Elszánt céltudatos. És van a családban ügyvéd esetleg? Vagy vannak ilyen tradíciók? Vagy? Távolabbi van. Ja. Csak. Hallottad, hogy Zimán Linda is elvégezte, akkor most már. Igen, hallottam. Gondoltad, akkor most már mindenki összejöhet. És most gyakornokat keresnek a helyemre, úgyhogy ha hallgat minket, akkor próbálja meg. Lindus. Igen, miért te tovább mész, és a helyedre keresnek gyakornokot, tovább állsz? Igen. Igen, most már kávéfőzés helyett a postára is elmehet. Igen. Nem hiszem, hogy ő akar így a szakmában dolgozni. Összejött belőle 5-6 velvet címla, azt nyíli. Vannak más jobban fizető szakmák, János. De hogy is. Vannak más szakmák. Jól van, figyelj ide. A szakmának lehet nevezni. Bianca. Van nekünk egy berlinünk, ja nem, ezt elnéztem, akkor mindegy, az már nincs, de lehet egyébként, hát ha nem tudod kitalálni. Van egy híres emberünk, egy szólásvonásunk, és egy úristen, ez nagyon csúnya szó, fuck, anál. Egy tárgyunk, fuck, anál. Jó, még valamit elárulsz a feladványok közé. Ja, akkor az sincs. Figyelj, akkor híres ember szólásmondás. Na. Nem már, segítsetek, melyik a könnyebb. Ezek a legkönnyebbek. A szólásmondás a legkönnyebb. De a híres ember is nagyon könnyű. Azért, mert sok, már úgy könnyű, hogy sok szó van benne, ha egyet visszafordítasz, akkor általában már leugrik az egész. Így van. Ha mégse sikerül, akkor bocs, mehetünk. Mi legyen? Akkor legyen szólásmondás. Legyen szólásmondás, jó. Indítjuk az órát, jól, figyelj ide fél percet, de így elindult az óra. Kos a trágen si lóboly. Na, hát ez tök egyszerű. Jaj, ez az egyik legközhelyesebb. Ugye? Mert még egyszer? Sok a, igen. Kos a trágen si lóboly. Lóboly. Sok. Lúdisznó Győrke. Jóban is megálltam. Jól van. Így van. Nincs valamit. Hadd mondjak valamit. Köszönöm szépen, hadd mondjak valamit. Én a kolléganőben jelentkeztem, ugyanis ez az utolsó előtti napom a Cséki Zsófiával, és
és szeretném neki megköszönni, mert végül nem tudtunk együtt lenni, együtt akartunk, de ő írta meg nekem, úgyhogy köszönöm, hogy ő szívázom. Mi van? Micsoda dráma itt reggel a Monisóval. Istenem. De mi, tehát együtt jelentkeztetek, de ő most nincs melletted, és elküldte SMS-ben? Igen. Tényleg? Igen. De akkor ő az okos a csapatban? Igen. Az jó. Ő már végzett. Ő már bojtárkodik, és van két év előnye, és ezért menne neki ez jobban. Jól van, oké, na, hát végülis SMS-ben is megkaphatja az ember a feladványt. De hogy nézted, ha közben beszéltünk, kihangosítom voltunk, és akkor mindig lenéztél a telódra? Igen. Illetve fülesen vagytok. Fülesen. Uh-huh. Jól van, Bianca, küldjük az ajándékcsomagot. Imádlak titeket, köszi, drágák vagytok, ciao. Szia. Buszi. Hello. Jött, vitt, mindent elment. Nem? Ennyi volt. De az jutott, hogy a barátnővel jelentkezett? A barátnője jelentkezett helyett. Igen, és ő küldte el a jó megfejtést neki. Mert hogy ő nem tudta. A barátnő az ő számát küldte el nekünk, hogy ő mi van? Hogy ő, érted, hogy valaki jelentkezik más nevében, de akkor miért nem őt hívtuk föl? Lényeg, hogy örült. Na jó, ennyi van. Gyerekek, menjetek. Még egy boldog hallgató. Rakjuk a többi mellé. Ennyi, egyébként igen, tényleg én vagyok a hülye, hogy miért kérdezek ilyeneket. Teljesen mindegy. Megnyerte, itt volt, elvitte. Aranyos hangja volt. Nagyon kedves hangja volt. Igen? Meggyőzően mondtad, nagyon kedves hangja volt. Sokat számít egy csajnak, mi nagyon az igaz. Tehát úgy egy jó hang mögé oda képzelsz egy csomó mindent. Ez lehet, hogy bűrondal. Kérünk tőle fényképet. Most én nem rá gondolok, de... Nem mi akár a gondolat, hogy lehet, mondta, mint a bűnért. Ki tudja, mi akár a bűnös hangja van, azt lehet, hogy úgy néz ki, mint az úristen. Nem erre gondolok, hanem általában, az általánosságban mondom, hogy van egy kedves hangú nő. Kipotyogott a számból a fala fel, amikor megláttam. És az eredet, hogy érted? Arra gondolok, hogy nem mindig van egyenes arányos van a hang a kinézettel. Sokszor a természet néha elvesz. Aha. Nem. Amikor megláttam, az ismertet, hogy a rózsát gyorsan a hátam mögé dugtam, hogy nagy észre. Igen, felraktam egy álba just, és tovább sétáltam. Nem én vagyok az. Nem én vagyok. Nem összekövetsz valakivel. De ott van a rózsát mögött. Nem rózsát. Hát igen. Na jó, szóval jönnek állatok? Jönnek állatos SMS-ek? Jönnek bőven. Írjátok meg nekünk, ugye Gnumpur, vagy Gumnut. Gnumpur. Már át is benéztem. Egy konyújabban felfedezett kambodzsai romváros. Gnumpur, ilyet, nézzétek meg, gyönyörű. Szóval Gumnut története után a kis eladott koala után írjátok meg nekünk, hogy milyen állatot bántatok meg, jó, mit csinált, hogyan szabadultatok meg tőle, mi volt az állat. Várjuk az SMS-eket. Mit szólt hozzá Bozzoli. Igen, várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. It's my life. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Hello, mindenkinek itt vagyunk. Sándor falván a Szeged felé tartókat mérik éberék. A város déli kijáratánál Monki küldte nekünk. Van, aki Dr. Albánt követel, DJ Otitól. DJ Oti, ma nincs in the house. Jó, ma rendes, válogatott zenék vannak. Ma nem nyúl bele a rotációba, a keverésbe. DJ Oti pihen. Ibizán van valahol, és tölti a DJ-knek is hát kiáró szabad órákat, heteket, úgyhogy DJ Oti Ibizán pihen jelen pillanatban. Igen. Nem nyúl bele a zenében, ez se én voltam. Jó? DJ Oti nincs. Még mindig együtt szomorkodik Avancsival. A törökben drájszelet. Ebben a pillanatban történt baleset az M1-esen, az 54-es kilométernél Hegyeshalom felé, az egyik autó pont a két sáv közepén állt meg. Marci küldte nekünk, úgyhogy vigyázzatok. Vigyázzatok arra felé is. Aztán baleset a 26-os főúton Dubicsány belterületén, fél útszakasz lezárva. Ezt Rolokó küldte nekünk, M1-esen Tatabányáig állítólag minden oké. Okay. És van egy trafink Pomázon, Szentendre felé, a Hívát járó előtt üzente Norka. Ott is menjetek óvatosan. Na, egy-két SMS csak, hogy ki milyen állatot bán már meg. Ugye mi beszéltünk egy nagyon helyes hirdetésről, ezt Colorado-ban adták fel, és az egyik ott létező internetes újság szúrta ki, hogy $3200 eladó egy
Jaj. Na már csak az említésére is látszott. Gumnut a kis koala, aki ugye hát tulajdonképpen eladósorba került, a gazdája leírta pozitív és negatív tulajdonságokat, felolvastunk egyet-kettőt, szerettük, és arra kértünk benneteket, írjátok meg nekünk, hogy ti milyen állatot bántatok már meg, vagy mi volt az, amikor megvettétek, és nem úgy sült el a dolog, mert vagy a gyerek nem játszott vele, vagy hangos volt, vagy hát nem azt adta az állat, amit ígértek. Jó, mondjuk azért beszélgettünk itt most a két megszólás között, hogy valószínűleg Gumnut azért olyan agresszív, meg azért olyan idegbeteg, mert hogy ha valakit mondjuk kloroforma kell elkábítani, vagy kábítani kell minden egyes fürdetés előtt, ráadásul úgy, hogy a koalák azért nem biztos, hogy annyira szeretik a fürdetést, tehát akkor lecsodálkozunk rajta, hogy egy kicsit megzavagat. Igen, szegény. Hát lehet, hogy azért az nem biztos, hogy jót tesz neki. Képzeljétek el, hogy titeket is mondjuk minden fürdetés előtt kloroforma elkábítanának. Én egy ideig bírnám egyébként. Az első háromnál, mert ki tudja, mi történik, ugye, az ágyulás alatt. Mi történik a fürdetés alatt, és utána szépen az ágyamban felkelnék, megfürdetve tisztán. Hát nézd. Boldogan. Azt gondolom, hogy egyébként. Hol a hiba? Mondj valami rosszat, mondj valami rosszat. Volt két darab mongol futóegerem. Kiszabadultak, és rövid időn belül nagyon sokan lettek szanaszét a lakásban. Anyám a bodzolit akarta hinni, de végül inkább vett egy macskát. 3 hét alatt 8 kilós lett a macska. Azt megette a futóegereket. Volt egy macskám, maga volt az ördög, a virágokat megrágta, a függönyt leszakította, mindenhova felmászott, és mindenhová oda kakilt az almon kívül. A vége az lett, hogy elvittem egy mamcis környékre, ahol tudtam, hogy kóbor macskákat etetnek. És tehát jó sorsa lett a macskának. És elengedtem. Málcsi küldte nekünk. Anyámnak volt egy szijámi macskája, apámat alapból nem csípte, az első perctől, ahogy hazahozta anyám, harabdálta, karmolta az öregemet a macsek, pitbull volt a neve. Apám többször elvitte, de a macska hamarabb hazaért, mint ő. Ez mondjuk az menő, hogy a papa megpróbált megszabadul, és a macska előbb ott szabadult. Bort itatott a macskával, elvitte magával a kocsmába, azóta nem láttuk. Apám pehére azóta nincs macska anyámnak, de lett 3 pincsi, 1 törpeuckár és 1 yorkie. Aha, visszasírod azt az 1 macskát. Igen. A mint szobakutya, apuka, mikor rájuk néz, egyik mond az ég felé nézve, mit vétett? 10 éves koromban egy befőttes üvegben hazavittem több száz szúnyoglárvát, eldugtam a szekrény mögé, majd elfelejtettem, hogy ott vannak. Pár hét után hamar rájöttünk, hogy baj van. Rommá csipkedtek minket éjszakánként, mire leöltük mindet. Öcséméknek gekkója volt, egyik reggel arra ébredtem, hogy a gekkó kajája, a tücsök egy hatalmasat harapott a fenekembe. Soha nem sikítottam meg akkor át, mint akkor. Micsoda, egy harapos tücsök? Ami kiharapott a tücs, micsoda? A gekkó kajája, egy tücsök hatalmasat harapott a fenekembe. Hát gondolom, kiszabadult a gekkó persze, kaja. Mekkora tücsök volt? Leharapta a fél farfokádat a tücsök, perce, és elrohant a bal comboddal a spejsz felé. Aha, igen, valami motoszkált a sütőben. Van ott valaki? Istenem! Egy esernyő van állam, nem félek azt állni. És kijött a tücsök. Kijött egy tücsök, igen, és elvitte a konvercipődet. Apám vett egy kecskét, hím volt. Megérkezés után 1 órával felmászott a nagybecsben tartott kocsim tetejére, és saját magát elintézte szájjal, utána huhogó hangot adott ki. Ne. Tud fordulni a kecske? 4 éves húgom értetlenül nézte, nem tudtuk, mit mondjuk neki. Fater visszavitte, a pénz se kérte vissza. Tud ilyet a kecske? Én nem tudom. Igen, ez csak megrendelésre, ez egy külön opció. És utána azt mondja, de jó volt. Vegyen ön is. Uratkozik, vásároljon most. Vásároljon hajlékony kecskét. Egy csomó mindenre képes a kecske. Az a bolgóat. Utána még hangot is ad. Egy húogó kecske. Aha. Az már komoly mutatvány szerintem. Gondolod, de megveszel egy kecskét, azt hiszed, ott legel a lakásban, vagy a kerővék, és egyszer csak azt látod, hogy fölbaktad a kocsit ketejére, ott lefekszik, boldogá teszi magát, majd szájog. Igen, majd húog. Felhívod az eladót, hogy tesó, visszavinném. Nem? Ha. Igen. Tehát, hogy úgy nem biztos, hogy jó vételt csinálunk. A barátomnak volt egy papagája, Frici. Mindig visít, ha meccset vagy filmet nézek. Reggel rikoltozásra ébredek. Mindent összekakil, konkrétan többször kakilt már bele a poharamba, a szobába hagytam. Volt, hogy a klaviatúrára eresztett egy hegyeset, én pedig belenyúltam. Azért. Klaviatúrára eresztett egy hegyeset. Azt viszonylag nehéz onnan takarítani. Igen. Írja egy hallgató, volt egy degu. Az egy madár, ugye? Nem. Az nem egy madár, ugye? Nem. Az egy 4 lábú állat, a degu. Hal, ja, az a degu, tudom, a degu. Az egy kis egér, ugye? Az egy rohadt kis rácsállat. Most azért mert nem madár. Nem, már beugrott, nem kevertem, ez egy kis 4 lábú, egy kis egér eszesődik, ez beugrott, tudom. Ott egy degum. Minden ketrecet takarításnál kiszökött a kád alá. Bármivel akartam kiszedni, megharapta a kezem, szabadon engedtem.
Egyébként az M6-os Birmingham felé beállt. Na. Köszönjük szépen. Köszönjük. Igen, a degú miatt. Igen. Nekünk a legrosszabb állatkánk egy hörcsög volt, mikor megkaptuk, elvittük orvoshoz, mert valami tudor volt a seggén, ami nagyobb volt, mint maga a test. Kiderült, hogy ez a heréje. Ennek örömére kaptunk egy lányt, elszaporodtak. Hogy nagy a heréje? Elszaporodtak, mint a 8. utas. Szétrágták a lakást. Elszaporodtak, mint a 8. utas. Nagyon jókat írtak egyébként, én nagyon jól szórakozom. Elszaporodtak, mint a 8. utas. Mi nem ismered meg a hörcsök heréjét, és elvitte orvoshoz, hogy valami tudor van a fenekén. Mint hogy kedves, kedves beteg, az a heréje, azért nem, te sem vagy egy nagy állatismerő. És a doki azt a gyógymódot javasolta, hogy akkor vegye melléd nőst. Hát venni kell, egy lányt. Hát ez persze. Egy olyan kapitális hím, ezt mindenképpen szaporítani kell, mert hogy ezekkel a képességekkel. Gondold, de dióméretűre duzzadt a heréje. Hát micsoda potenciál volt abban a kis... Azért. Milyen töltet lehetett már benne. Kis hörcsög. Nekem is volt hörcsögöm. De érthetetlen és ismeretlen okokból egyszer csak elpusztult. De érthetetlen, hogy miért vettetek. Számomra az is érthetetlen. Nem. A hörcsög, aki nappal egyébként alszik, bedúzzog a sarokba, teljesen magára húzza ezt a forgácsot, nem is látod. Este matat nem tudsz aludni. Ha van ilyen faker, tudod, ez a hajtókerék, hogy egész este. És kapar, egész este kapar. És aztán elpusztultod, hogyha meg a hörcsög kinyúlik, mint a nyújtózkodna. Csak úgy marad. Aha. Tehát én nyújtózkodok hozzám. Mintha lefekvéshez kész. Tényleg. Mert egy nyújtózkodni, hát úgy találtuk meg reggel. Az ideig azt hittük, hogy csak ez egy hosszabb nyújtózkodás. Te szépen alszik, adja, gyere, nézd már. Hosszabb nyújtózkodik. Már másfél napja így fekszik. Segített az is, hogy rászakadt az a polca sztori díjakkal. Jó, hát nem van. Mondtam, hogy nehogy tegyük. Nekünk volt egyszer egy egerünk, amit a Miki macskánk hozott haza. Valószínűleg így be akarta mutatni, hogy mennyire vagány, mennyire menő, és így jelezte nekünk, hogy ki a nagy vadász, hát nem ti, én. És ott hagyta, és hát úgy tűnt, mintha még lenne benne egy kis élet. Mesterséges lézést adott, szívmasszást. Ne, és képzeljétek el, hogy tényleg felé lett az egér, és utána otthon tartottuk egy ilyen kis ládába, és ő például úgy pusztult el, hogy volt neki is egy ilyen kis kereke, és addig futott benne, amíg meg nem halt. Ó, de milyen? Halálba futotta magát? Két oldalról zárt volt, nem tudok. Nem. Ja. Tényleg. Igen, és egy sörődoboz volt a farkán. Halálra futott. Nem mennyit futott ez az egér. Halálra futotta magát. Ez egy kis szerencsétlen. Volt egy kis kilométer hiánya. Volt, de nagyon jó működött. A másik az, nem ilyen emlékezetes esetem volt, amikor még a Malév pálya, Malév SC még így épülgetett, és ilyen hatalmas nagy tócsák voltak eső után, és kiskoromban azt hittem, hogy halacskák ezek a kis feketék, amik úszkálnak benne, pedig azok csak ilyen kis gyakorlatilag ebihalak, most sárga, nem, igen, csak valaki belakulált. Kis ebihalak voltak, és volt a kertünkben egy ilyen betongyűrű, ami vízzel volt el, és hazavittem 30 darabot körülbelül. Hazavittem, aztán elmentem vidékre nyaralni, és utána pedig, amikor hazamentem, láttam, hogy az apám kihullott az összesen, meg kikeltek a békák. Kikeltek a békák, voltak, és így van, ebihalak voltak, kikeltek a békák, és egész nyáron, amíg én lent nyaraltam, ott kurutyoltak a kertben. És nem a kapátot ismerve nem csinált belőle nagy lelki problémát, fogott egy lapátot, nem, és szépen egyesít. De elhogy egy kikerelmet szerzett egy sörétes muskát, addig lőtt a kutgyűrűt, ami szomszéd. Szomszéd átszólt már egy létszín, el este 10 órakor elövöldözzünk. Miért volt a kertetekben egy betongyűrű? Megint rántott béka. Miért volt a kertetekben egy betongyűrű, ami tele volt vízzel? Nem tudom. Eső. Ebben a szoriban bennem ez volt. Miért volt egy betongyűrű a kertetekben? Hát a csap mellett. Tehát ez egy ilyen viszonylag megszokott dolog volt így felénk. Meg hát érted? Ami mozdítható volt, azt hozta az öreg, tudom, nagy gyűjtő. Ami ez szétvágta is úgy hozta haza. 400 kilós betongyűrű volt, de hát nem elhozta. Az öreg nagy gyűjtő volt, igen. A barátaimtól kedvencnek egy kígyóetetésre tenyésztett babapatkányt kaptam, ami a második nap megszökött és beköltözött a konyhaszekrény mögé. Egy hétig minden éjjel rávadáztam sikertelenül, egérragasztóval sikerült elkapni, és a parkban orvosi benzinnel kiszabadítottam és elengedtem. Mi van? Egérragasztó. Ja, hogy itt belenyúl és igen, akkor rajta marad? Benne marad a patkány, de sebb benzinnel kiszedte belőle, tehát kultúrlény, nem majd te elpusztult. Nem, szegény, nem pusztult, igen. Kispóni méretű egyéves dogot vettünk meg, az egész családot megtámadtak. Egyébként anyu nem mert feljönni az udvarunkra, csak ha kimentünk szólni a kutyának, és kenyérzeleteket dobáltunk neki a szomszédban. Ráadásul a póni mérete mellett tehénlepényi adagot tett ki magába. 2 évig volt nálunk, utána megszabadultunk tőle, pont a múlt héten.
Nekem papagájom volt, ritka egy ostobállat volt, amikor az etetőjét cseréltem, szétcsipkedte a kezem, csak gumikesztyűbe lehetett benyúlni a kalitkájába, 10 évig boldogított minket. Egyébként, igen, volt nekem hullamos papagájom is, Robikának hívták. Na vele mi történt, mesélj! Kinyílt a ketrec, egy őszi szeptemberi. Szétfeszítette? Nem. Mikor a szüleim nem figyeltek, akkor kinyílt a ketrec ajtó. Úgyis a papagáj olyan hullámos papagáj, hogyha foglalkozol vele, akkor megszelidül. De ha elhanyagolod, akkor viszont elvadul. És egy ilyen brutális ragadozó lesz belőle, csíp, harap. Nyárpia. Komolyan, és onnan már nem tudod visszaidesgetni. És akkor egy... Ez megtörtént. Egy szeptemberen mondtuk, hogy fuss, Robika, fuss. Fuss, ahova, igen. Fuss, Robika, ahova menni, ahova menni akarsz, csak nem maradj. Nyit, és Robika elrepült. És az utcán megtámadott egy nyugdíjas. Igen, az utcán felkapott. Letépte a hajhálója. Az utcán felkapott két nyugdíjas, elragadott egy csecsemőt. És belerepült a napfelmentébe. De örültünk, mert akkor látták Olgi nénit utoljára. A földszintről elrabolta Olgi néni. Olgi néni nagyon gonosz volt. Azóta is csak gyűlnek a száblák a postaládáján. Olgi néni azóta se jött vissza, csak a kis ezen lápácsia maradt belőle. Közös képviselő mindig kap. Olgi néni, Olgi néni. A személyszállítási díjat fizesse már be 86-ot. Általában látták Olgi nénit repülni a hátán egy hullámos papagájáról. Kettőtől szabadultunk meg egyszerre, igen. Azt mondja, vettem egy kakast a tyúkhoz, azóta a hólapáttal közlekedem, mert támad, ha etetem őket. Vége lesz nem sokára. Egyébként a kakas tényleg, ő őrzi a háremét, azért az nagyon agresszív, kemény, nem? Félelmetesek tudnak lenni. Igen. Agresszív. Hát egy csirkék is, még hülye, mint az állat. Tehát nem egy okos állat. Nem, 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 egy témaváltással megyünk tovább. Így van, meg volt a témaváltás. Ja, hát, csak mondani akartam egyébként, hogy próbálj meg felkészülni holnapra, holnap után egy picit szlovákból, hogy frissítsd az emlékedet. Na, megnéztem miben tudod segíteni? Igen? Bratislava. Az le kell fordítani, igen. Hogy Bratislava, igen. Vagy az? Hogy hívjuk föl őket? Ha rájuk kellene csörögni. Jó, hogy van-e szürkében? Hogy van-e szürke? Nem, igen. Már egy narancssárgát vegyél már, tényleg nem már szürkét. Azt nem vesznek észre. Milyen egy... bonyolult szó a narancssárga szlovákhoz. Átnézem a szlovák tudásomat, le tudok bonyolítani egy ilyen beszélgetést. Holnap hánykor nyitnak? Megnézted? Megnézem mindenképpen, azt még nem sikerült, de szerintem 10-ig biztos, hogy kinyitnak, és akkor rá kellene kérdezni. Anya, Jani kinézett magának ugye egy elektromos motort, és kiderült, hogy Szlovákiában forgalmazzák. Nem szeretné megtudni, hogy van-e szürke. Elektrickom skutrit. Na, megy már neked is a nyelv. Kutri? Igen. Elektrickom skutri. De kérlek, ne szürkét vegyél. E-Max A10L plus, a spája, talianski design, nemecká kvalita a spolachlivost. Na, ponuka perfektne. Aha, szerintem te beszélj velük. A szürke az a sivi. Sivi? Sivi, igen. Attól függ, hogy milyen nemben, hím, nem, nő, nem, semleges, nem. De mi a szürkének, miért van neve? Hát mert ugye neve van, tehát van neve. Minek úgy jelent, hogy egy picit túl bonyolították. Aha. Ki volt a szlovák kazinci? Mit tudom én? Hát van, hím nem, nő nem, semleges, nem. Aha. Jó. A motor gondolom semleges. Hát gondolom, itt nem, ugye a motor, ha semleges, a szürke akkor motor, a szürke akkor motor, igen. Akkor a motort megnézed, ez hím nem, nő nem, semleges, nem. Fingom nincs, hogy milyen a motor. Igen. Gondolom, hát hím nem, ő a motor, nem. És akkor ahhoz képest ragozod a szürkét is. Rohadt egy nyelv. Aha. Nehéz. Jó, jó. De akkor holnap ezt meg tudjuk érteni, hogy igen. Nemecká, elektrickova, bringová, sivová, sivová, olcsocská, olcsocská, brumma, brumma, Janina, kuldová, gyorsocská, no brumma, brumma, to vigyényátová, privátová, banková, otterdová. Dovidenye. Így van. Csányivá, Sándorová. Van kint érdekeltség. Azt mondta, hogy ilyen a bruma, bruma, mert nincs. No dobozka. No dobozka. No dobozka. Olcsocská. Leértékelová. Nagyon jócská. Sérülésová. Csomangolácsukó. Árleszállítóvá. Százalékom. Jó, figyelj, egy néhány mondattal föl tudok neked készülni szlovákból, csak legyen. A küld el, hogy mit szeretnél, jó. És akkor én az a felelevenítem a szlovák tudásomat. Jó? Yeah, meg, jó, tökéletes. Jó? Egy küld el, és akkor megnézem, hogy mit szeretnél. Fölhívhatjuk őket. Jó. De alapszinten el tudok velük így kontrolászni. Nagyon jó. Én nagyon minimális. Forintot is elfogadnak, vagy mindenképpen hát euróba csak kell. Euró. Csak euró. Bár ha utalsz, akkor innen tudsz azt is. Hát Pozsony, most átjönnek mi oldalunkra egy kicsit. Ja, hogy hozzá egy kis átomotor. Vagy hát mi átjönnek, azt el tudják itt költeni. Jó. Aksira. Elintézem. Nagyon jó, örülök. Na, de hogy mit találtam? Miért volt a témaváltás? Na, mi tovább?
Figyelj jóvá, mondom el. Ölés. Most mondom el, fontos jóvá. Témicskóvá. Lónyerítés jóvá. Témaváltás jóvá. Paripopá. Tudod, hogy erre ráfűzünk, akkor nem tudjuk abba, hogy... Pari Popová. Csak nekünk szórakozható egy idő után. Ja, jó, oké. Okay. Smukova Andorá. Feleségová, keresová. Smuk Andor feleséget keres. Hát megütött bennünket a hír. Hoppová. Hoppová. Egyáltalán nem csodálkozom, hogy eddig nem találta meg. De hogy... De hogy, neki nagyon komoly párkapcsolata volt még igen. A tavalyi évben. Egy gyönyörű nővel nagyon járt. Csinos, egy nagyon-nagyon nagyon szép nővel járt együtt. Ezt sokan nem is értették, hogy, hogy miért választotta a hölgyőt. Egy nagyon-nagyon jó nagyon dekoratív. Volt. Igen. Hölgyel. Mi történt? Elhagyták egymást? Na hát az van, hogy a barátai agódnak, a hajdan a politikai porondra is fellépő ugye Smuk Andor miatt, mert hogy ugye lassan 50 éves lesz, és hát egyedül van. Egyedül van. Egyedül van, és nőt keres magának. Közel egy éve szingli, közeledik az 50-hez, és rátört. Rátört a magány. A haverokon keresztül keres, vagy hirdetésen keres, hogy keres? Hát, adott apró hirdetés, mit ír Smuk Andor magáról? Hát, igen. Smuk Andor vagyok. Mások által csinosan mondod. Jó. Igen, de ők már sajnos nem élnek. Igen, de ők már nincsenek közöttük. Jó, jó. Igen, jó, beszélőkévelen, az intelligens, van. Művelt. Humoros, aranyos, nem tudom, hogy igen, van európai pénze. Gondolkodásmódú. Igen, jó anyagi körülmények között élő, saját lakással rendelkező. Ezt írod le? Vagy mit írsz magadról? Vagy csak kiteszed, ez egy Smuk Andor vagyok, feleséget keresek. Uh-huh. Nem, ő azt írta a posztjában egyébként. Nem a fuxos, a politikus. Igen. Ugyanitt olcsó leértéket. Ugyanitt olcsó leértéket bizsú elad. Kérésre királybizes bizonyítás. Azt mondja, lassan elértem a gödör alját, tette közé ezt egy Facebook posztban. Hát ez mondjuk nem tud. Nem elég, hogy egyedül jövök moziba hétfő este, de még a nézőtéren sincs senki. Akkor jó filmre ülhetett. Igen. Azt hiszem, ezt hívják vagány magánynak. És ezt írta ő egy Facebook bejegyzésében. És hát a barátai aggódnak, hogy nem talál magának. Párt hosszú távú kapcsolatot, feleséget és gyereket szeretne. Állítása szerint nem gyötri kapucárási pánik, csak nem talál párt magának. Uh-huh. Szomorkás ez a bejegyzés. Ez szomorú bejegyzés. Hitehagyott. Szomorú. Szomorú, igen. Hát hívjuk fel, kérdezzük meg, hogy mi a ez. Hát, ha tudunk segíteni. Hát, ha tudunk segíteni. Adhatod csöngéstől nyugodtan. Hát, hívjuk bentről akkor. Hát, ha tudunk neki egy kicsit segíteni. Elegáns, mindig elegáns. Igen. Ugye, pedig olyan. Csak viszonylag a magas az életkor a szavazói bázisában, szerintem is. Hát nem mondanak el választani. De már nem politizál, nem? Már nem politizál. Kicsit még politizál, tényleg? Igen, de egyébként egy szórakoztató pasas. Egyértelműen. Szóval kifejezetten jó fejlődés. Múltkor, amikor beszéltünk vele, kiderült, hogy abszolút szórakoztató. Ezt már többször bebizonyította. Sőt, ráadásul van humorérzéke, meg öniróniája. Ami azért a magyar hírességeknek na kevésbé. De most... Hát lehet, hogy tegnap este összejött valakivel is. Ott ült még a moziban. Hát várom, és irénken éni. Andor, kármény, magára tettem az X-et. Rátennék mást is. Most is tudok tenni. Jöjjél majd át rácsosorban. Megigezik, ha már elfogyott a rácsoszom, meg a sajtszószkendőjét. Nem, jó, most figyelj, na, ez hát nagyon nem jó. Már. Ennek nem örülünk. Ez. Így nem fogunk segíteni. Menj, atyám! Ez jó, add be! Nehogy kivegyük adásból, hát az van, nincs csinálva. Pert, várjál, ezt várjuk meg. Tedd be. Ne hívd újra. Tedd be. Figyelj. Jó, ez jó. Mennyei atyám, esdekelve kérünk téged, add meg eme egyszerű léleknek azt a képességet, hogy a sítszó után üzenni tudjon. Amen. Ő nem normális. Mondtam, hogy jó volt. Mondtam, hogy jó volt. Nagyon jó fej. Mondtam, hogy jó volt. Ilyet épp ember nem csinál. Muti még egyszer? Hát figyelj, nagyon. Add meg a lehetőséget az egyszerűes.
gyere, nyomjál, emlék. Ez az üzenet rögzítője valakinek a 21. században. Add meg azt a képességet, hogy üzenni tudjon. Hát ő nagyon szórakoztató. Hát nyomtál egy? Zsül ismerkedik a pulton. Megvan? Na, gyere már. Hogy gyere már. Ha neked sem megy, akkor hívjuk be a biztonságért. Visszajössz, Anna, egy pillanatra. Gyere már, légy szíves. Légy mert Zsül nem bírja újra hívni. Mert most megy majd a továbbképzésre. Hoha. Hogyan használjunk nyomogombos telefon. Most mi van? És ő a mi bizodalmunk minden reggel, hogy technikailag rendben vagyunk. Ugye? Halló. Halló. Te ki vagy kapcsolva? Te előbb ki voltál kapcsolva? Én Isten őriz, hogy kikapcsolva legyek. Hát látok, várok. Halló! Jó reggelt! Halló! Éljen és virágozzék a megbonthatatlan Morning Show. Köszönjük szépen, ezzel óvatosan. A megbonthatatlan, ez egyre bizonytalanoknak látszik. Hát bízunk a legjobbakban. Sokan dolgoznak azon, hogy azért ez megbonthatatlan legyen. De legyen megbonthatatlan, mert elképesztően mielőtt még bármiben hülyeségbe belemegyünk, abból van elég. Hadd gratuláljunk nektek meg a hallgatóknak, mert amit tettetek ezért a kisgyerekért, azért le a kalappal. Ó, de helyes, hát tudod, mi mindig csak a végállomás vagyunk. Itt a hallgatók azok, akik sokat tesznek meg, akik elküldik a levelet meg. Nem tudom, felszűnt, hogy először a hallgatóknak Tolom is rájuk azért nagy erővel. Így van, mert 2 millió vannak, mi meg csak 3-an, tehát hogy értjük azért. Igen. Figyelj, a rögzítőd az szenzációs. Tehát az valami elképesztő. Ha már nem tudom, tudsz róla, az a tiéd volt, ez a mennyei atyánk ad meg nekünk a képességet, hogy hagyjon üzenetet? Hát persze, hogy az enyém, hát tudok róla, én már 10 éve. Hát adjuk meg a lehetőséget mindenkinek. Saját ötlet vagy valakitől kaptad, mint Türmer Gyulától? Jóságot határtam, engedd meg, hogy pontát zsugorodjak, és itt befejezzük a beszélgetést. De kedves vagy, kérlek, tehát inkább vegyél vértőlem átkapott, csak sokkal egyszerűbb. Na, figyelj ide, hát olvassuk ezt a szomorú Facebook bejegyzést. Hát ez valóban elolvasom, hát már tényleg az ember elpityeredik, hogy elérted a gödör alját, azt írod, és hogy egyedül voltál moziba hétfő este, de nem csak te volt egyedül a nézőtéren, és ez valami orosz művészfilm volt? Hogy mit nem csinálunk reklámot a jégkorszaknak. Beültél a pacsonkin páncélosra? A lépcsős jelenete megint elsírtam. Nem, az az igazság, hogy a fának a darvakat néztem meg, és most nagyon hamar elszálltak. Visszatérve. Ha szállnak a darvakat, Gyulába? A jégkorszakot nézted? Igen, de hát gondolom, hogy este 9-kor kevés gyereket visznek oda, most maximum magamat, tehát ilyen szempontból ne csodálkozunk rajta, hogy egyedül voltam. Na kezdjük azzal, hogy mi van azzal az irtózatosan dögös jó nővel, aki a tavaly még a párod volt, vagy tavaly előtt. Ott nagyon jól mondtad, a házasságról volt szó. Igen, a boldogságot, magát láttam rajtatok. Én magam is a boldogság teljes öblében úsztam, ahogy ezt mondani szokás, de ahogy mondani szokás, előbb-utóbb jön az apály. Innentől kezdve, hogy ilyen szép képzavarra érjen, partra vetőztem, mint egy bálna, de ezen ne csodálkozunk, mert elkezdtek javán, hogy ufó, de kiderült, hogy csak ufó. De alapjában mi történt? Rányitott a fürdőszobába, és meglátta, hogy fűzött hordás. Érdemes volt szemben. Nem, az igaz, hogy én nyitottam rá, és rájöttem, hogy a te képedet. Jó! Fűzött hord, és még így is ilyen gömböly. Szóval akkor újra egyedül? Hát az nem egy jó állapot, így lassan 50 évesen, nem? Hát olyannyira lassan, hogy azért még van egy pár év, de nagyon köszönöm a kedvességedet, tehát gyorsan bevettem a kavintont. Kivel is beszélek? Tehát nagyon egyszerű a történet. Ugye gyorsan nem nekem kell nehézen kiszámolni, hogy ma a magyar férfi átlagkor az általában ilyen 65-66 év. Ehhez képest, ha én most mérhetetlen gyorsan nem találok át szerelemre, és nem lesz egy kisbabám, akkor valószínűleg nem fogom megélni azt, hogy érettségizik. Innentől kezdve, hogy mondani szokás, mérhetetlen gyorsan kitaláltam, hogy akkor nosza most belekezdek egy feleségkereső projektbe, ideális férjelölt gmail.com-ra várom a jelentkezőket nagy tisztelettel. Nagyon jó. Hogy castingolsz, vagy mi alapján szűröd? Vagy van-e valami, ami azért egy fontos, nem tudom, kor, vagy hajszín, vagy bármi, ami alapján egy picit szűrsz? Vagy mindenkire nyitott vagy? Hát figyelj, ahogy mondani szokás, hát aki engem el tud fogadni, az már önmagában egy szűrés, nem? Ráadásul ezek félvakrandi, mert ő pontosan tudja, hogy kihez jön, én viszont nem tudom, hogy ki jön. Ezért találtam ki azt is például, hogyha most így beszélgetünk, hogy van olyan, aki ugye nem mer interneten ismerkedni. Ezért például ma itt a Sas utca 4-ben egy budapesti étterem teraszán ülök egy órától. Tehát ha valakinek van kedve, akkor 1-2-ig itt megtalál. Ünnepi fűzőben. Az ideális férjelölt, ugye 2 évvel
gmail.com-ra, akkor nagy tisztelettel várom. És van egy ilyen, akkor van egy ilyen nyilvános randit, hogy ott üldögélsz, és aki oda jön, akkor az már egy ilyen randi. Most találtam ki, hát most már van egy ilyen nyilvános randi, igen, ahol a legnagyobb szeretettel várok mindenkit egy jó időre. Ismertetőjel mi lesz? Ott lesz előtte egy tányér a 30 darab croissant. Nem, 35. Ja. 35 az közelebb van a koromhoz. És 4 liter jókai bablövés. De arról is hogy palacsinta lesz, tehát ne idegeskedjünk, palacsinta lesz, tehát aki azt szeretné, az a legjobb. Tényleg az a jelige, hogy kis muk. Nem. Hát, igen, nagy muk nem tudok menni. Tudod, onnan jött, hogy tudod, hogy 50-es a lábam. Jó, van ez a nóta, hogy 50-es kislábak törik át a nádat, hip-hop jön kismuk. És ebből gondoltam, hogy akkor legyen ez. Éhes vagyok, egyedül vagyok, kismuk vagyok. Igen, hol vagy karak? Ennél már csak az lett volna rosszabb, hogy Andor nem kalandó. Ne add neki, még használni. Figyelj, az a baj, hogy nekem a szándékaim komolyak. De hát ilyen szempontból láthatóan ti ezt nem tudjátok értékelni. De nem abszolút. Elolvasva a levelet közben érzem, hogy azért ez félig meddig félkomoly, meg hát azért ez nyilván egy ilyen... Ebben sokan szenvednek, hogy még nincs magad igazi, nincs gyerek, de közben már azért úgy érzik, hogy erre megérettek, és hogy szeretnének. Alapjában a családalapítás motivált? Tehát a gyermek? Hát mindenféleképpen. Hát azért ti tudjátok a legjobban, hiszen mindannyian gyakorló édesapák vagytok, hogy az az érzés, amikor valaki őszintén azt tudja mondani, hogy szeretnek, az a gyerektől jön. Hát egyébként így van, nagy kötelesség, van. Meg nagy önfeladás, de közben a legszebb dolog, amit az ember vállalhat. Az ezek szerint a... Mert minden más szeretnek, de van valami kis tik. Elő vagy utóbb, de ebbe teljesen őszinte. Hát, te is hány választópolgárnak mondtad? A kopogtató cédula. Tényleg, ez a Terikenini vonal, ez nem jött be? Ők hosszú távra terveztek? És... Figyelj életem, a tisztelt társasága az egy nagyon fontos dolog, abban van 142 ezer szépkorú, éppen most végzik a Pókersúlyi Korda György és Balázsvári védnökségével, tehát ez egy nagyon jó csapat. Na, nem szabad összezeverni a szórakozást a családalapításra. De van-e valami hobbid, vagy van-e kedvenc ételed? Keltsük föl a női hallgatók érdeklődését. Nézel-e sorozatot? Babujások tej színhez. Ugye, amit ilyenkor így beírnak, tudod, hogy érdeklődési kör, hobbi, kedvenc étel sorozat, hát ezeket úgy megjelölik. Mit mondanál magadról? Vagy mi lehet közös? Vagy milyen lányok jelentkezik? Életem, amit már rólam nem írtak meg, az nincs. Tehát javaslom a Google-t. Tehát a Google-on nézzék meg, hogy mi az, ami kedvelsz, mi az, amit szeretsz. De például a bozasztó egyszerű dolgokat szeretem, ezért szeretek veletek is beszélgetni. Belül ezért szeretnek sokan beszélgetni, mert szeretik az egyszerű dolgokat. Jó, írja Csaba, hogy elindult a vakrandira, mert nagyon szimpatikus a hangot. Mérhetetlen megtiszteltet, és sajnos a gyereknél probléma lesz, de egyébként egy üdítőre szívesen szállt. Örökbefogadás. Jó, figyelj, ezt így nyilvánosan berobbantottad, akkor lehet, hogy megcsörgetünk pár nap múlva, hogy hogy állsz ezzel a projekttel, mert ez egy mérhetetlen megtiszteltetés lenne, tényleg abszolút, de addig el tudom mondani már, hogy kik jelentkeztek, illetve milyen randikon vagyok túl. Meg egy-két komoly, tényleg egy-két komoly randit, azért az érdekes, mert leül egy ismeretlen nővel, mit vár el a nő, milyen volt a randi, hogy sikerült, ha jó, akkor hogy van vége, ha rossz, akkor az ember hogy szabadul belőle, hát ebben azért még van, úgy érzem, hogy pár nap múlva akkor megcsörgetünk. Jó? Jössz csak délelőtt vagy itt ebben a Sas utcában, vagy nem tudom, mit mond. De azt mondtam, hogy Sas utca 4, ja. egy Budapesti étterem. Meddig vagyok? És akkor egy órától kezdték, tehát a kebédszünetbe ki akar gyorsan szaladni egyet. De várj, ez most egy étterem reklám, akkor átülhetsz hozzá. Így van. Tényleg. Nem mondtam ki a nevét. Nem mond, profi vagy, nem mondtad. Abszolút, azt profi mondtam, vagy. Azt mondtam, hogy egy Budapesti étterem. Abszolút, az jól mondtad. És ha valaki csak estére, akkor hol keresel a pocakos lakatosba? Nem akkor a vakegérben. Andor, köszönjük. Hívunk pár nap múlva. Megtisztelő a kedvességetek, és természetesen meg vagytok hívva a lagzira. Jó, de hát, ha egy kicsit ebben segíthetünk, akkor már leszünk öten. Hát életem, ez is már nagy dolog. Az, hogy még négy. Ez még csak négy. Elég, ha van három tanú, tudod. Andor, köszi, vigyázz magadra, hívunk néhány nap múlva, hogy sikerült a dolog, vagy okay. Hogy állsz, jó? Természet, köszi. Hello. Ciao, hello. Ciao, Súk Andor, köszönjük szépen. Hát ilyen emberek kellenek a magyar közélet. Hát bár csak minden celeb, minden közéleti szereplő ennyire önironikus, humoros lenne, ennyire venné a lapot, nem mindig a hülye megsértődés, meg a visszaszólás lenne, hanem ez egymás csipkedése, nem? Hát erről szól a show business alapjával éve. Így van. A Kósa is vicces, csak indirekt. Ó, Istenem. Na jó van, Ákos elmondja a legfrissebbeket, aztán jövünk vissza már is. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel!
3:49 múlt pontosan. Egy perccel itt vagyunk, Jászberény Jászapáti között Rafi van. Valamint az M35-ös 19-es kilométerénél Debrecen felé szintén ezt Csabesz küldte nekünk. Hát srácok, ez hiányzott. Feri újra cigizik, Balázs ismét egy troll, Jani mondjuk, hogy ugyanúgy mit fog. Igen. Kezdünk visszatérni valóban önmagunkhoz már, mint ami a műsor alapindulását illeti, ugye? Tehát voltak itt nagy változások, de most már ugyanaz. Már Jani motorozása most megint egy változás lesz, igen. Esetleg ha lerakja a BKV-t és motorozik, de igen, Feri újra dohányzik. Akartam mondani neked, hogy Orangina. Orangina. Hú, ez valami tudatmódosítószer? Ez az Orangina. Ez a narancsina. Az Orangina. Ja, Orangina. 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 Orangina, igen. Jani motorozni akar, és valamelyik nap felhívunk egy szlovák. De nekem, hogy adjon egy motort. Nekem ez a narancs fekete kell. Orangina va negrova. Orangina negrova. Fel kell eleveníteni a szlovák tudásomat, akkor egy kicsit ehhez. Nem kicsit. Gyerekek, a Smuk milyen jó fej volt. Teljesen rendben van az ember. Ő politizál még? Mert ugye mi politikusokat soha nem hívunk, nem szólítunk meg, nem foglalkozunk nagyon politikával, hát közélettel inkább, de hogyha nem, akkor azért őt megszólaltathatjuk, mert egyébként rettenetesen szórakoztató. Megértjük, miről szól a szereplés, meg a közszereplés, nem? Az öniróniáról, a humorról, az adókapokról, hát ezt az amerikaiak baromi jól csinálják, hogy elmennek egy műsorba, rossz leégetik önmagukat, röhögnek, jó harc. Brutálisokat szólnak. És nem csak magát szórakoztatja, mint a tornyát. Igen, de nincs közben. Nincs közben ez a kicsit savanyú magyar megsértés. Értődök, beszólok, nem beszélek veled, haragszom rád, pereskedek, hanem az egész közben egy ilyen nagyon jó hangulatú adókapok. Hát ez fontos lenne sok közszereplőnél, szeretnél, hogy kicsit magát se vegye annyira komolyan, és röhögjön azon, ha hogy mi egy kicsit megcsipkedjük, nem? Szóljon igen. Vissza, röhögjön ő is, hát ez nincs ez a baj. Nem, tényleg ez érdekes, hogy ott például Michelle Obamának belefér azt, hogy elmenjen, aztán énekeljen egy vertában egy műsorvezető. A Carpool így van. A létlétsóba, igen. Nem? Igen. Ott belefér, itt nem fér bele. Pedig mennyivel emberibb az, mennyivel közelebb hozza hozzád azt az embert, aki egyébként voksolsz, vagy mondjuk ő esetében mondjuk a férje urára. De hogy egy közszereplő esetében tök jó, hogyha van öniróniája, hogyha van humorérzéke, hogyha tud saját magán is röhögni, és nem sértődik, mégis nem csapja rád a telefon. Igen, abszolút. Keresem a kapcsolatait, de egyelőre csak a tisztelet, az ő által is említett tisztelet társasága ugrik föl. A szépkorúak. Szépkorúak. Akik jelenleg póker tanfolyamon vannak. Korda Györgyel és Balázs Klár. Nagyon nagy. Igen. Na, azt mondja, hogy nézem még, mert jött egy-két friss közlekedés. Az Árpád hídon lelassult a forgalom Buda felé. Úgy néz ki, hogy van egy baleset is emiatt. Valamint Dubicsány belterületén két kocsi ütközött szintén a 26-os úton óvatosan az arra közlekedőknek. Lisztes Ati küldte. Történt egy baleset az M1-esen az 54-es kilométernél Hegyeshalom felé és az M7-esen Balaton felé a 37-es kilométernél két autó csúszott egymásba. A fűnyírás előtti ponton. Úgyhogy ott is vigyázzon. Ott is vigyázom mindenki, Herceghalom baleset a belső sávban, ez is az M1-esen történt. Ha már közlekedési hír, tegnap futottam bele egy új, ugyan közlekedéshez köthető, de nem közlekedési hírbe, nem tudom, hogy mennyire új a dolog. A metrón a következőt csinálják most, és érdemes rá odafigyelni, hogy ülsz, és mit én az okos telefonodon nézel valamit, internetezel, híreket olvasol, Pokémont vadászol, melletted pedig áll az emberünk, leszállásra készülődve gondolnád, tök békésen utazol, megvan. És ezt levideózták, képzeld el a dolgot, egy valaki kamerával fölvette, vagy hát nyilván telefonnal fölvettem, egy gyanús lett neki a fiú, aki áll. Megáll a szerelvény, kinyílik a metróajtó, ő nem száll ki, nem néz sehova, illetve kinéz így a metróból egy picit, és abban a pillanatban zseniális időzítéssel, ezt idézőjelesen mondom, a zseniális, hogy rohadjon el, ahogy záródik az ajtó, kikapta a telefont a csaj kezéből, és kifutott vele, a csaj azonnal felugrott, és az ajtó így tak, előtte bezáródott. Csak már nem is nyílik újra? Nem tudsz mit csinálni. Nem, hát kiugrott, hát, meglép a telefon, az meg, aki ugye a kárvalott ebben az esetben, akitől ellopták a telefont, az meg ott szépen megy tovább a következő megálló felé. Ha meg is állítod, nem tudom, van vészfék nyilván a metrón is. Hát már nem érez el, persze. Addig ő már régen elfutott a francba. Meg azért ezzel a vészfékkel vigyázni kell. Igen, nehogy még meg is büntessenek, amiatt, hogy miért állítod meg. Meg balesetet okozzál adott esetben. Így van, vagy miért állítod meg a szerelvényt, és állítólag ez most új módszer, illetve már nem annyira új csinálták, de most megint elszaporodott
a dolog, és pont van egy ilyen felvétel, hogy valaki... Ez magyar metron? Ez itthoni. Igen? Itthoni, hazai, gyönyörűen látszódik rajta a mindenféle felirat, meg ugye, hogy hol történik a dolog. Annyira, azt kell mondjam, tényleg még egyszer idézőjelesen zseniális a csávó, hogy áll a... Hát nyilván tökére fejlesztették, persze. Figyelj, ki, annyira ki van találva, hogy melyik az a pillanat, amikor lenyúlsz, kikapod a telefont és elfutsz vele, hogy hiába egy ezred másodperc alatt reagál a nem telefon. Nem tudsz mit csinálni. Hát semmi, persze. Ajtó mellé ülsz le közvetlenül, akkor megvan a veszélye. No. Mert nyilván a középen nem fognak próbálkozni. De igen, onnan nem tudsz kifutni. Nem tud meglépni. Hülye kikapja középen és becsukódik az ajtó. Igen, megkicsapódik az ajtónak. Meg te meg agyonvered a következő megállóig. Láttam, pedig így kell csinálni. Ezt kicsit elnéztem. Meg nem tudsz leszállni, mert úgy még nyomulnak be, még mielőtt leszállnál. Igen. Van ennek a rosszul első verzió, amikor nyílik az ajtó, és a 600 ember benyomja. És visszatollok a kocsinak a közepére. Hát igen, erre nagyon oda kell figyelni. Tehát mit tudnál csinálni, hogy kis bilincsel oda kötöd a telefonodat? Nem ülsz középre, vagy nem veszed elő a telefont, vagy nem ülsz a szélére, nem veszed elő. De az se életszerű. Igen, hát azért van. És kézzel, hogyha be vagy bambulva egy picit, mert mondjuk közben még zenét is hallgatsz, olvasgatsz adott esetben, simán elviszik ja. Egy pillanat alatt. Fülhallgatóval együtt. Igen. Azt mondja, hogy Ferinén most kötötték be az internetet? Lehet, hogy régén ezt elmondtam, de én ezt... Jó, nem baj, nem baj azért. Ferin, ez egy két évvel ezelőtt sztori. A gyerekek, most jött le Velencére a szélessáv. Ennyi, hát, gyerekek. Ferin nem internet függő. Nem, a szélessáv az ott volt már régóta, csak én nem nagyon nézem. Most, de... most bejött egy optikai kábelen bevezetve. Most valaki elküldte neki be egy vagy ilyen flopit. Mert úgyis csak azt most tudom benyomni. Nem. Igazából Feri letette most a Commodore 64-et, és átállt PC-re, és ott látta, hogy van valami wifi, meg valóban fölcsatlakozott. Kicsit szemcsés, fekete fehér felvétel. Jó, hát gyerekek, hát nem. Miért baj az, hogyha valaki nem internetfüggő? Miért baj az, hogyha valaki inkább a szabadban él, evezik a gyerekével, úszik, biciklizik? Hát ne lássuk minden bajot, lássuk meg ebben a sztoriban, vagy a ne jót. A rosszat, lássuk, a jót lássuk a meg, jó. Hogy van egy ember közülünk, aki nem internetfüggő a kutyafáját. Nem vagyok nem, rá nyúgyulva, hát most na. Látott most videók. Egy videót, nekem tegnap mesélt, hogy ilyen fura szkafanderes emberek, egy ilyen kietlen tájon sétálnak. Az és van a Feri a Holdra léptünk. És nem, és azt hittem, az egy film, érted? Feri tök jó filmet látta. Mondom, Feri ember volt a Holdon. Rögtön látta, hogy kamu, mert nem lobog a zászló. Igen. Látott egy limuzint, egy ilyen fekete fehér felvételt, egy csávó fölugrott, és rá ugrott egy ember. Nem mondom, Feri, hát Kennedy is halott már. Igen, sajnos. Mi van? Hát nézd, hát gyerekek, hát ő a szabadban él. Így van, egy igazi világ. Ember, megéli, megtapasztalja a dolgokat. Ő nem a képernyő előtt ül, mint ti sokan, akik elkülditek, hogy ez egy pár éves videó, mert ti függők vagytok. Irány a szabadban, kövess Feri. Mindig foggal herélünk disznót, érted? Ferencem nem ül a monitor előtt. Hát miért kell ezért is ostorozni? Hát látott egy videót, jó, hát 8 éves, de nem baj. Most jutottam hozzá, és mondtam, hogy nézd meg, holtad. De mondom, szólok a srácoknak a rádió másik oldalán, a metróval utaznak, nehogy ez történjen. Tudtam én. Ők ilyen nomádok, nem fejik a kecskét, rácuppannak szája. Ferinek mutassátok meg a szalacsit. Ne zavarjuk össze a Ferit. Először most hagyd szokja meg, hogy van egy optikai kábel, van internet, nézzen egy-két videót, ha felgyorsítjuk ezt a fejlődést, összezavarod. Így van. Először hagyd zárkozzon föl, hát be kell hozni egy 20-30 évet, és utána majd megmutatjuk neki szalacsizunk, vagy valami. Ennyi, ne kapkodjunk azért. Komolyan azért nem értem a hallgatókat, hogy nekik semmi nem jó. Ha gép előtt ülsz, az a baj. Ha szabadban vagy, evezel, mész a gyerekkel úszni, akkor meg az a baj, hogy ez egy pár éves videó. Mi a jó? Semmi nem jó. Semmi nem elég. Az megvan, amin Bill Gates megkapja az első kvarc óráját. Még volt valamikor. Rákóczi Feri beszállt az internetbe. Hát gyerekek, Vágási Feri is beszállt az internetbe. A szolgáltatóval beszélnék egy kicsit, hogy lecsöpöttem az internetet az utolsó oldalig, majd átlapozom holnapra. Hát. Azért Ferieknél egy széles sávon az M7-es. Ennyi. Gyerekek, komolyan mondom, meg kell, hogy védjem a Ferit, hát semmi nem jó nektek, tényleg gyerekek. A kutyafáját. Hát hárman különbözőek vagyunk, én többet netezem, akkor az a baj, mert függő vagy, a pokémonozok. Ha nem netezel, lát egy régi videót, akkor az a baj, maradi nehéz nektek megfelelni a régi a gép, lassú net, ennyi. Biciklivel gyorsabban leér. 286-as vég. Ja, igen. Jó volt az 386. Dobd föl az Amigádat, szerintem hamar elmegy. Ne, inkább csomagolt. Tedd fel a jó fogásra az Amigádat. Az már most sokat ér. Szerintem passzol. Inkább csomagolt ki végre az Amigádat.
Ha ma ott áll a szekrény tetején a bontatlan konyakok. Na nálam nem bontatlanok mondjuk a konyakok. Ha nálam nincs fönn 10 étele üveg. Üres az igen. Feri, mikor meglátta a zsiráfot az állatkertben, csak ennyi volt. Emá, hülyeség. Ilyen állat már na, pedig nincsen. Emá, hülyeség. Ennek aztán már értelme nincsen. Na jól van. Leköpött a kecske. Nézd már, milyen magas kecske és köp is. Anyjuk, menjünk innen, ide se jövjük több többet. Te anyjuk. Ja. Te anyjuk, menjünk anyjuk innen. Kom. Na jó van. Drága hallgatók, mutatjuk, mi a beugró hármasugrás. Jó, jó, figyeljen mindenki. Ez lesz, ez kell kitalálni. Előadókat, ugye, és dalcímeket várunk, ha szeretnétek játszani a következő órában. A vágyok. Ez nem is kell. Nem is kell megmutatni még egyszer, mert szerintem annyi felismerhető dalcím vagy előadó van benne, küldjetek el, mit hallottunk. Jó, még mindig 2 darabot, lehetőleg, de hát ez hosszú részletek voltak, úgyhogy úgyhogy ki lehet találni. Na, jövünk a hírek után. Ákos elmondja a legfrissebbeket, aztán itt van Gyun. Kedv van, ugye? Ez azt jelenti, hogy Gyuri jön? Ez a... Így van! Oh, mondod, régen ilyenkor az Onlinden család jött csak fel, így miatt mondom. Na, ez a vagy össze, nem még nem tanni. Viccel. Még Phantom azt néz, úgyhogy ne bár. Hát a kukoricát hántoltuk rálunk, mese volt. Juliskával folytatjuk. Ákos híre jut. Open your eyes. Time to wake up. És most, Klassz FM hallgatók! Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után 10 perccel itt vagyunk. Hello, drága hallgatók! Folytatjuk a nyár közepén, július utolsó hetében, ugye? Jön a kánikula. Jön a meleg, hál' Isten. Már nem is időjárás, aztán pedig mindig szoktunk. Kicsit most még felhős, esős, borongós, de nem hideg, és aztán péntektől indul majd a nagy üzem. Jön vissza a jó idő. Ha minden igaz, hát reméljük. 28-25-32 vasárnap szombat. Menő, napsütés, tényleg jó. Menő. Ja. Manó. Ma. Hogy? Aha. Én szerettem a menő Manót. És zseniális. Imádtam. Nagyon jó volt. Imádtam. Semmiről nem szólt, nagyon bugyuta volt. Mi az, hogy semmiről nem szólt? Mindig rohadt jó volt. Jó, miről, hogy jön a hullám, és akkor fél a hullámtól. Tehát azért ez nagyjából a semmiről nem szólt. Hát azért jó, hogy mondjatok 3 sztorit, ami megmaradt bennetek. Na, tessék, szóval azért ez a miről szólt, na, mondják kettőt. Miért karcolt, érted? Megijedt egy hajszárítótól, amit egy kéz formázott meg. Hát körülbelül volt. Nagyon primitív volt, de rettenetesen. Akkor ez volt az inger küszöb. Mi lenne, ha ma betennénk ezt a gyerekeinknek? Tegyük már be. Szerintem most élveznék. Kitegyünk egy kísérletet, hogy ma nálatok is van széles sáv már. Adjuk le már a gyerekeknek a menőmanót. Én 7 éves a Benni, csak kíváncsiságból. De várj, a Feri még nem látta. Az is igaz, hogy a Feri nem tudja, hogy ez mi. Rajta van ez az interneten. Egy kéz, egy ceruza, meg egy manó. Egy ceruza manót rajzol. Letöltjük valahogy. És adjuk már le, csak tényleg egy ilyen kísérleti jellege, hogy nekünk ez akkor 7-8-9 évesen, hát szájtátva. Ez zseniális volt. Bámultuk, mert akkor... Szombatesti filmkoktélokban volt benne. Így van. És... Meg volt egy sorozat, mi az ember az űrből, vagy mi volt? Egy űr az űrből. Így van, és akkor az előtt adták még a Nano, és a Nano előtt ment mindig. Robin Williams. Így van, nagyon jó volt. És az előtt adták mindig. Hogy mit szól a gyerek, ha most ezt berakod neki? Na kérlek szépen. Jégkorszak, meg Pokémon, meg mit tudom, Kung Fu Panda közepette, ugye? Mit szól a gyerek egy ilyen ceruzával? Jó, de ugyanazt adjuk le. Ugyanaz, az persze, YouTube-ról letöltöd. A gördeszkát. Tessék, a gördeszkát, vagy a hajszárítót. Már meg is találtam. Én ezt ma leadom a Benninek, hogy megmutatom. Kíváncsi vagyok, hogy ránéz. La sexy linea. Na, már meg is találtam a nekem szóló részt. Jó, de mondom, most a gyereknek csajozik. Jó, hát egy... Két cicivel kezdődik. Na, látod, már van, te neked már meg is vagy. Megvan a délutáni programod. Ezt miért nem látod? Emlékeztem. Egyből hogy tudod megtalálni. Nem csak, hogy kérdőn néz rád a gyerek, és azt mondja, apa, ez mi szörnyű. Ez a vacak? Vagy azt mondja, hogy ez nagyon jó, mutas még belőle részeket, hogy mennyit változott az inger, vagy az inger küzöp határa, hogy mit szól ez. Te emlékeztek? Hát mi persze, akkor az csodálatos volt. Az egyszerűségben rejlett a zsenialitása. Hát még nem nagyon volt más. Olyan volt, mint én. Így van. Olyan volt, mint mi. Meg hát ehhez voltál hozzászokva. Fantasztikus volt. Mint ahogy például, várjál, azt mondja, hogy Gusztáv.
a Gusztáv is iszonyatosan jó volt. Az, ugye, az egyen jobban meg volt rajzolva, ugye? Igen, csak igen. Egy, de igen. De az is nagyon jó volt. Az is nagyon jó volt. Szerintem a Menő Manóban ez a hang volt nagyon vicces. Igen. Azért az sokat segített rajta. Na ez. Igen, itt van egy, vannak, akik már nem tudják, miről beszélünk. Tehát úgy hallgatnak most önöket, hogy ők már jó, ezt nem más, ismerik. Máskor is előfordul. Jó, máskor is előfordul, igen, de ők az NMA-sok. Így van. Nem értik. Ezt most nem értik, hogy megint hogy beszélhetünk erről. Tök mindegy, úgyis csak az a lényeg, hogy a büntetési tétel fölött kitöltsék a papírt. Na jó, ez is egy érdekes. Lehet, hogy csak engem érdekel, bocs, ha ez kicsit ilyen magáján. Nem, társadalmi kísérlet jellege. Én ma rápróbálok egy Menő Manóra, hogy mit szól a gyerek ehhez, hogy mit a 7 évesen ezt megkapja. Azért az én lányom, mi 8 éves, imádja. Lánykám úgy 2 évvel ezelőtt imádta, most 13. Hát akkor még szeretik a fiatalok. Fiam nézi és imádja. 23 éves. Nem. 5 éves. Ilyet hallgatok. Na jó van. Oké, van friss közlekedés hírünk? Mit láttatok? Azt mondja, hogy nincs. KPM van Orosháza és Békéscsaba között. Van. 47-es út. Vigyázzatok, jó? Jászkari küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ha Jacko sem DJ Oti műve, akkor ez szabotás. Írja Szala, nem. Abszolút. Nem. Na, a DJ Oti, mondom, Ibizán van. Nyaral, pihen, majd szólok, ha látom a magángépét visszajönni. Most nincs. DJ Oti Ibizán nyaral. Onnan átmegy Madeirára egy picit. Így van. Álmodik a nyomor. Áváncsival pendrágot cserélnek. Így van. Áváncsival az ibizai pecsába mulatja az időt. Úgyhogy most nincs. A M7-esen már jól lehet haladni. Árpád hídon minden oké. Nincs már baleset, úgyhogy Budára is jól át lehet érni. És az M3-as bevezetője is tiszta, üres és katasztrófamentes. Ezt Ági küldte el nekünk. Köszönjük szépen. Na, kedv van, ez pedig azt jelenti, hogy Juli megérkezett hozzánk. Julival mindig történik valami. Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatalnő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Juli! Hello, Juli! Hello! Egy után mosolyogva, mindenki jókedvűen. Napbarnitottan, jókedvűen, kipihenve. Nem vagy annyira barna. A Júli, ahogy barnul a fehér bőrével. Jó, mondjuk, nagyon fehér bőrű vagy, igen. Igen, és a lábam az sose barnul le. Tényleg? Nem tudom, olyan kínosan fehér mindig. De ha kint hagyod a napon úgy, hogy az árnyékban van is. Igen, te árnyékban vagy, de a lábad azt kint hagyod, úgy se barnulsz? Nem, sehogy? Nem, valahogy ez nem. Az a testrészem nem tudta barnulni. Sörrel kenegetve, bétakarot. Barnul szépen a sörrel. Igen, kenyedbe sörrel, és akkor szépen lebarnulsz. És akkor a Miró is rám repül. Egyszerre barnulsz. Vagy ha az nem jön be, akkor Diol az úrral. Vagy tölgy. Az a kettő, ami elég sötét. Olyan cuki dolgot láttam ma reggel, képzeljétek el, srácok, a határút magasságában az Üllői úton van egy felüljáró, és egy nagy lepedőre ki volt írva azt, hogy boldog 10. évforduló Timike. Ez egy olyan kedves gesztus. Érdekes, ez csak a nőknek tetszik. Igen. Aha. A másik oda meg vigyázott vakolat húzás. Egyébként én azt gondoltam, hogy neked felcsillázott. Illetve ugyanitt özvegyi nyugdíj felvett. Nem, ez helyes egyébként. Ez helyes. De jó. Én soha nem csináltam ilyet, de kicsit irigylem azokat, akik ezt így megcsinálják. Meg van a kép, hogy te mászol egy ilyen fölüljáron, és lógatsz le egy lepedőt, amit kézzel festettél. Azt hiszem, egyszer a barátok közben is Vili bácsi csinált ilyet, és majdnem lezuhant. Igen, ő kezdte, ki akart lógatni valamit az akkor még egyébként, hát jobb egészségnek örvendő Magdi anyusnak, és majdnem leesett, volt egy ilyen békás. Igen. De nem, ennek szerintem a csajok örülnek, sőt, ezt kicsit várják. Ez jó, helyes. Nálatok ebben a csapatban a Feri a romantikus gesztusok. Igen, abszolút, ha van ott egy sztori fotós. Minden csak abszolút. Az összeset megörökítettél. Vagy valaki ott van a bestből. Persze, de csak akkor. De két oldal arcol se lehet róla. Most ezért nem dobálod az ilyeneket, értem annyi. Belső oldal negyedes. Na, srácok, de tényleg mivel kedveskedtetek utoljára a barátnőtöknek, bocsánat? Hát azt elárulnánk, akkor baj lenne otthon. Én sokszor kedveskedek a barátnőmnek, csak abból a feleségem mindig csinálja. És perbotvart, ugye én nem örülök. Az asszonynak. És mivel? Már egy kellemetlen helyzetbe hozom. Mivel az éhes disznónak. Látod? Ugye, hogy ez így nehéz, mert ezt az ember egy kapcsolatban elhanyagolja, de ez baj egyébként, tényleg. Én mesélnék, de nincs best fotós. Ja, mondjuk jogos. Ne a live pontuk talán megírja. A riposzt meg a live pontuk holnapra megírja fel. Majd irigykedj. Mikor volt utoljára 100 lufi, vagy 100 rózsa, semmi? Nincs már, de hogy már. Esküszöm, tényleg, kifogytam én is az ötletekből. Meg bezárt meg a virágárusat. Is. Igen. Elköltözött a kedvenc lufjárusok. Virágot sem viszel meg már, semmi ilyesmi. Semmit. Nem. Nincs, néha egy-egy döglött halat somával hazaküldünk, de ennyi. Én nekem tudom, mi volt az utolsó. Most beugrott. Ez 2 hete volt. A házassági évfordulónk volt. Elvittett Törökországba. 2 hete volt a házassági évfordulónk. Június 27-én volt a házassági évfordulónk.
Hát a 2009-ben házasodtunk, akkor ez most a... Na, akkor mindegy, nem érdekes. Igen, hagyja reggel. Volt soknak tűnik. Soknak tűnik. Soknak tűnik. Nagyon soknak tűnik. És leszerveztem azt a helyet, ahol nekünk az esküvünk volt. Az egy ilyen kis pici ez kis... egy kúria, nem? Valahol vidéken. Az is volt. Először mennyasszony tánc, után a kúria. Az angyosom néha rányított, de mondtam, hogy mama, most kúria van, úgyhogy hagyjál neked. Végsőn már megtáncoltattunk. Hette itt áll, most már egy picit nagy legyen kúria. Annak idén szerelemből most már inkább csak dühből csinálom. És ő nem tudta, csak mondtam, hogy csomagoljon be, leadtuk a... Igen, alufóliába. Igen, meg, aztán vágjon ki egy lyukat, aztán pedig kérem az arcomra. És hagyja szabadon a makkomat. Csomagoljon be, nem mondtam meg neki, hogy hova megyünk, csak azt mondta, hogy tedd magad szabad el szombat vasárnap. És ő nem tudta, hogy oda mentünk. Aztán lebetegedett a gyerek, és nem mentünk sehova. Oh, de jó, hogy csodálatos történet. De végül nem is mentetek el egyet. Nem mentünk, mert beteg lett a gyerek, aki jó érzékel egyébként péntekre belázasodott, és akkor én szombat reggel fölhívtam a helyet, hogy akkor nem mennénk, és ő nem tudta, hogy ugyanoda minden vissza, mert ültettünk egy fát az esküvőn. Igen, mi van a mogyorobokrotokkal? Ami kiderült, hogy nem fa, hanem bokor, és sosem fog megnőni. És azt akartam, hogy akkor nézzük meg, tudod, sétálunk ott kis egyet, zokogunk egyet, hogy itt mondtam, hogy az igen, én nem voltam bátra. Nem állítod le a motort, és tudok meg a 10 perc igen, mindent megtettem, de végül ki kellett mondanom. És akkor ide, ez volt az utolsó, ez 3 hete történt, de nem tudtuk szárba szökkenteni, úgyhogy nem mentünk el. Azóta se tudom, mi van a magyarobokorral. Ez egy ilyen jó, milyen jó, hogy úgy kezdte, hogy a legutóbbi, ami jó. Hát az a 3 hete, egy hónapja körülbelül, azóta nem volt. Na, de ti jöttök, na, tessék. Egyébként. Igen? Persze, hát évente 30-szor ültetik el ugyanazt. Igen. Mi, arra mentél, levizelted? Ja. Mi történt? Te is megszálltál abban a kastélyban, és mentem, lelegeltem. Tettél mellé egy jó üzenet, jó kívánság üzenetet nekem? Nem, ez egyébként egy helyes dolog, hogy vissza tudsz menni, és akkor megnézed, hogy a fa, amit ültettél, az mekkora lett. És akkor azt mondják állítólag, hogy baromi nagy fák vannak, a mi bokrunk meg így áll. Szenzációs, hogy összes. Hát, mert mi elnéztük, én elmentem. De ebben a kertben csak a szerelmesek ültetnek? Nem, hát vannak ősfák, tehát vannak, igen, csak ültethetsz. És a Viki mondta, mennyi hoz egy fát. Elmentem egy ilyen ide. Egy magyarot kérek! És mondom, azt ott. Megrángattam 3-4-et az utcában, az egyik kijött. Olgi néni üvöltet, hogy mire skölök, ha elviszed a fámat, nagyon megverlek. Kirőtt, ez egy bokor. De hát elültetek. Stáblácska van hozzá? Azt hiszem, hogy van. Nézd, hogy ez de csak nem csak egy Viki és Balázs, nincs. Nem, vízművek. Igen. Ne, 2009, június 27, és akkor ott van a tábla, de szerintem nincs teljes névben. Egy keresztkoszorú. Eddig kitartott, itt mondta ki, nem volt elég bátor. De figyelj, az egy elképes dolog, mert a tietek ugyanakkora, mint amikor elültettétek. Nem, egy kicsit nő, de hát, mit tudom én, hát a bokor azért nem nő nagyra. Akkor ugyanakkor a szerelem, mint annak idején, amikor elült, ugye? Így van. Na, hát. Még mindig akkor sem. Igen, akkor nem. De jó, ez vicces. Na jó. Szóval ez romantikus volt. Na, de srácok, nagyon csöndben vagytok. Tessék, fülelek? Hogy? Mi a téma? Sajnos jól, nincs időm. Hát a Jani fülelek? Vitt haza tortát. Nagyon fülelek, persze, az én születésnapi tortámat elvittem felé, de nem maragudtam, nem vagyok torta is. Hát mire kimentem, be volt csomagolva 3/4. Na, semmi? Jó, hát nem mondtok semmit. De nem ez a témád nyilván. Én megvakartam a hátát valamelyik nap a héten. De egy hátvakaróval azért jöttes meg. Nem. Oda küldtem a gyerek. Jó, van, nem kell mondani semmit. Nem kell, de minden romantika nap. Igen. A Facebookon egy csomó jópofa csoport van. Többek között a Pesti Cetlik csapat, ezt ismeritek? Na, én nem facebookozom sokat, úgyhogy nem tudom, mi történik Pesti a Facebook. Cetlik. Pesti Cetlik csapat. A lényeg az, hogy ha bárhol a városban látsz valami vicces kiírást, vagy bármiféle hasonló a hülyeséget, akkor fotóz le és küld el nekik. Ebből az apropóból egy csomó nagyon jópofa írás szokott így megjelenni ott a falukon, amiken rendszeresen szoktam borulni. Itt van az egyik például. Kedves lakó, szerintem az ajtó mögött Pokémon van. Ha megtetszik engedni, levadászom, tessék hívni. Aláírás Gábor. Hát erről pont tegnap beszéltünk. Igen, erről pont tegnap beszéltünk, a Pokémon őrületre jöttünk vissza Szabiról. Hát azért ez elég beteg. Ez nagyon, nagyon helyes, és mindenhol lehet vadázni ilyen feliratokat, például a vasúti átjárónál a vonat erősebb. A vonat erősebb, szenzációs. Hát. Ezt valaki kirakta, mert valószínűleg ott egy csomóan átmásznak. Uh-huh. Igen, úgyhogy de szellemes, a vonat szellemes. Erősebb. És megtaláltam az eheti gyöngyszemet, úgyhogy Jani, kérlek, olvasd fel, és képzeld magad elé, hogy belépsz a lépcsőházba, csörgeted a kulcsodat, szeded elő a postaládából a holmit, amikor szembe találkozol ezzel. Kedves lakók, felhívnám szíves figyelmüket, hogy hétvégén költözünk, ami miatt nagyobb lépcsőházi és liftes forgalom várható, ehhez kérem mindenki türelmét, szombaton 8 és 16 óra között igyekszünk mindent elvinni. Köszönöm.
Aki pedig tudott róla, látta, hallotta, hogy a férjem más nőcskékkel enyeleg a lakásunkban, ezúton is érezze szarul magát, hogy nekem nem szólt, és egy férjemet e-mailből kellett megtudnom, hogy fent van egy szeretőkereső weboldalon. Nem hiszem el, hogy hónapokig ment ez a hátam mögött. Ugyanitt lakás eladó, 48 négyzetméter LKS-jó állapotú, 19,5 millió az árban, benne van egy francia ágy is, amit érthető okokból nem vinnék magammal. Remélem a konyhaasztalon nem csinálták, de ha valakinek kell, viheti azt is. Szegény nő. Szóval most gondold el, amikor találkozol egy ilyen az éves vízóra leolvasás, és a, nem tudom, kiviszi aki a szemetet tábla mellett egy ilyen papírral. Megdobja a napodat. Nagyon-nagyon komoly. És így tudod, azon gondolkodtam egyébként, hogy ha nyilvánvaló, tehát hogyha ezek szerint ő nem tudott róla, és azt gondolja, hogy egyébként a ház, az egész ház tudott róla, lehet, hogy voltak ennek jelei. Hogy mit csinálsz? Hogyan kopogsz be a szomszédhoz azzal, hogy gyanúd van? Igen. Tehát de bekopogsz-e? Hát ez igen, az. Igen, van-e hozzá közöd, meg akarod-e osztani, vállalod-e a hercehúrcát, hogy nyilván akkor érted ott majd, te leszel a tanú. Az igazán jössz tényleg az, hogyha nem tudta senki. És te kirakod ezt a cetlit. Hát de azért tettek és értesít, ezt mindenki gyakorlatilag róla. Nem tudtam, te tudtad? És az olyan szépen értek. Képzeld meg, csak a konyhaszton is. De hát nem értem a palit egyébként. Itt fölviszed abba a lakásba, hogy egyébként együtt élsz a feleségeddel. Hát nincs másik lakás, hova vigye fel. Nincs pénze rá, hogy szobát éljen. Hát de hát az már csak a méltósága miatt nem teszed meg a nővel, nem? Hogy ha már megcsalod, meg ha már van valakit, meg viszonyod van, meg nem tud róla. Hát legalább ne ugyanott. Vagy ne ugyanabba a lakásba. De ezt lehet, hogy vagy már csak ágyba. A nő gondolja, hát gondold egyébként. El. Hogy? Hát ez nem biztos, hogy ez kiderült. Hát lehet, hogy a félrement e-mailből rájött, igen, ugye, hogy viszonyabban. Az, hogy de aztán kiderült az, hogy ugye ez a pasi fönt van a szeretőkereső oldalon, amiről egyébként ti már beszéltetek. Aha. Egyébként azt gondolkodtam, hogy vajon kevésbé fáj-e az, hogyha egy nőcskét felszedett valahol az utcán vagy a munkahelyén, vagy hogyha a szeretőkereső oldalról szedte össze ezt a bizonyos csajt, és azt gondolom, hogy egyébként ez utóbbi sokkal aljasabb. Mire gondolsz? Azért, micsoda, mert ha? Hogy ez a tudatos, igen, ez a tudatos félrelépés kategória. Tehát még nincsen meg a csaj, nem habarodtál bele valakiben, nem szakadt rád egy érzés valahol a munkahelyeden, a buszon vagy bárhol, hanem te azért mentél föl alá az oldalra. Hogy legyen neked egy ilyen. Véletlenül is regisztrálhatott. De miért nektek nőknek, ha a Pali elmondja, hogy megcsalt, akkor van egy hitő vagy súlyosbító körülmény? Nem tehát, mondja el, hogy megcsalt. Tessék? Hát nem mondja el, hogy megcsalt. Na de nem? Kiderül. Jó, de mondjuk kiderül. Szóval már azt mondod, hogy mert ugye az... Nem, hogy, egyébként nem. Ugye? Tehát én is azt gondolom, hogy azt a Pali gondolom, mondja... Ha lebukott, akkor az oltári gáz. Ha például rokon. Hát az nagyon ártanok. Akivel lebukott. Nem, csak azért kérdezem, hogy ez egy tudatos döntés volt, és az egy szemetebb dolognak tartjátok, ha nem, mondjuk fölment, vagy ha valahol egyszer összeakadt hirtelen felindulás, akkor az egy enyhítő körülmény a nőnek, és azt mondja, oké, azt még meg lehet bocsánat. Jó, de anyáddal. Ja, akkor nem ezek családon belül. Én azt gondolom, hogy a tudatos félrelépés, tehát azt, hogy regisztrálok egy oldalra, és onnan keresek magamnak barátnőt azért, hogy utána félredugjak vele rá, és otthon a mi francia ágyunkon, az súlyosabb, mint hogyha kiderül az, hogy ő valahol beleszaladt valaki is megtörtént. Annak se örülnék nyilvánvalóan, de az előző szerintem az igen, de milyen érdekes a férfi meg a női működésnek a különbsége, nem? Hogy egy pasi, valójában nem érdekli az ágy, mert neki az csak egy ágy. A nőnek az maga a szentély, az ágyatok, a közös, a hálószobátok. Egy pasi nem így működik. Mi az, hogy nem érdekli az ágy? Miről beszélsz? Hát arra gondolok, hogy a pasi fölvitte a nőt a ugyanabba az el ágyba. El tudod képzelni, hogy a Viki felvitte a saját szobátokba, a lakásotokba, az ágyatokban hetyeget valakivel, és hogy ez nálad nem veri ki majd a biztosítékot abban az ágyban. Szerintem ne. Hát szerintem leülök én oda a sarokba. Jó, nekek, hát én már lassan megyek. Hát, ha látsz valamit, amit te nem tudtál eddig. Hát, ha tanulok ezt, azt a fene vigyel. Nem, hát így jó. Nem, én azt gondolom, hogy ez a nőnek talán fontosabb. Nyilván egy palit ugyanúgy megérint, meg rosszul esik, ha megcsalják, meg az soha nem jó, ha megcsalnak, de egy nő azon még pluszba kiberül, mert hogy egy palinak nem jut eszébe, hogy azzal arra gondolok, ezzel a gondolatban, hogy egy palinak nem jut eszébe azzal, hogy még azzal is megbántja, vagy megalázza a nőt, hogy a közös ágyba viszi. Egy nő szerintem, ha megtenné, akkor valószínűleg máshol tenné meg, mert nem vinné haza, mert tudja, hogy az a szentély. Tehát, hogy evereti érzékenyebbek vagytok, vagy jobban álltok a dologhoz, erre akartam kiukadni. Érted? A közös ágyra, hogy az a legaljasabb. De nem is tudtam, hogy van nálatok lépcsőház. Nem is mondtad, hogy költöző. Igen, jó, hogy behoztad ezt, de hogy lépcsőházban? Kicsinek tűnt az a ház. Faláíres Ágnes és a harmadik emeleti lakos volt. Én azon gondolkodtam, hogy csomószor így megfordult a fejemben nyilván, hogy mit reagálnék arra, hogyha kiderülne, hogy a Miró esetleg félrelépett. Na, beszéljünk erről. Beszállnál.
Jó, de utána Őszintén szóval én úgy vagyok vele, hogy ha nem tudok róla, akkor ez nekem nem, engem ez nem idegesít ez a gondolat. Tehát csinálja, ha tudja. Na jó, de hát megtudta, most tudja. Arról beszélünk, hogy lebukott a férj urad. Oké, ha tudja, ha tükörbe tud nézni, és így tudja csinálni, akkor csinálja. Ha nem képes arra, hogy ez nem derüljön ki, hogy ne olvassak a jelekből, ennyire ostoba és ennyire béna, és lebukik, akkor nyilvánvalóan baromi mérges leszek. De nem tudom elképzelni azt, hogy egyetlen alkalom után én azt mondjam, hogy akkor vége. Na jó, csak az egyetlen alkalom után honnan tudod, hogy nincs második alkalom, nem gondolsz arra, hogy ő elmegy valahogy a barátaival, tehát ez egészet megmérgezi kicsit, aki nem? Aki egyszer belelép a tóba, félrelép, azutána rendszeressé válik. Tehát, hogy nem... Megtörténik. A kérdés ugye, hogy szerintem nagyon sok múlik az, hogy tette, és mint tette. Tartós viszonya volt, érzelmi kapcsolatot ápolt valakivel, elárult téged, vagy csak egy buli volt, elment valahova, megtörtént, nem ismeri, azóta se tartja be a kapcsolatot. Tehát szerintem félrelépés és félrelépés között is van különbség, nem? Neked vagy lehet különbséget például, tenni? Nem mindegy. Neked ez például súlyos bitokörülmény lenne, azt hogyha most szerelemből csinálta? Hát vagy csak egyszer berúgott és úgy ment? Nem tudom elképzelni azt, hogy amiről úgy lépjen félre, hogy szerelembe esik. Nem tudom elképzelni azt, hogy idáig eljussunk, és én ezt ne vegyem észre. Aha. Azt tudom elképzelni, hogy egyszer, beleszalad valamilyen balesetbe. Igen, hát a nagyobb árulás, ha közben viszonya van. Az az igazi árulás. A megcsalás is az, nyilván az. Hát mindenki mondjuk a saját vérmérséklete szerint értékeli. Vannak nők, akik tovább lépnek, vannak, akik tudnak róla, elnézik, és azt mondják, hogy szereti a gyerekeket, együtt vagyunk, nem fogom fölrúgni, csajozik, hadd menjen. Nagyon sokféle értékelése van szerintem a megcsalásnak. Szerintetek van mentő körülmény? Ok. Ami mentő ok lehet azért. Amit is fölhozhatsz, hogyha már megcsináltad, hogy azért történt meg. Mentő ok, hát mire hivatkoz az ösztöneidre? Tehát, hogy ez így... Hát föl lehet hozni, de nagyon nem ment a dolgon szerintem. Hát például, ha otthon már nem kapod meg, nem laksz jól. Szerintem több embert avatnak szenté, mint ahány szent valójában van. Tehát, hogy kinek nem fordul meg a fejében, és a nőknek ugyanúgy megfordul a fejükben, mint egy férfinak. Csak a Palinak ezerszer többször. Hát nem feltétlenül egyébként. Így van. Csak Juli. Szerintem magára a szexre, meg tehát arra a balik napközben egyébként többet gondolnak. Mert ösztönlények vagyunk. Hát de erről az ember nem tehet. De mi az, hogy ösztön? Ne hülyeskedjél már, a nők legalább annyira ösztönlények. Hát, jó te. Génekből vagyunk össze. Tehát, hogy ez hülyeség. Sőt, egyébként nemrég olvastam ezzel kapcsolatosan egy kutatást, hogy a mai nőknek 40%-kal nagyobb az esélye arra, hogy félrelépnek, 40%-kal magasabb arra, magasabb, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt. Mm-hmm. Tehát igen, nézd meg a kapcsolatokat. Minden harmadik félrelépés. Itt most itt nincsen különbség. Ugye, szerintem igazad lehet. Nincs, egyre jobban nincs egyébként. Sőt, hát nézd meg, hát ugye a nők most már abszolút kimernek lépni, egy csomó szerepárnál azt hallott, hogy a nő költözik el, a nőnek lesz valaki, a nőnek lesz elege a kapcsolatból, ő lép ki, ő válik el. Hát azért ezt régen nem tudtátok megtenni, nem tehettétek meg. Ma már azért ez abszolút elfogadott, sőt, sokkal több olyan szakítást hallok, ahol a nő gondolja úgy, hogy neki elég, és valami mást akar, és lép ki mondjuk két gyerekkel állta mögött egy kapcsolatból. Hát vagy újra azt akarja, ami még az első néhány hónapban, vagy első néhány évben volt. Mert azt akartam mondani, hogy igazad lehet olyan tekintetben, hogy a nőket is foglalkoztatja ez a dolog, de a nők azok az összes többi körítésével együtt vágynak a dologra. A kis udvarlással, a figyelmességgel, a gyengétséggel. Ők nem egyszerű kufircra vágynak, hanem szeretkezésre. Tehát, hogy arra, hogy megint úgy dédelgessék őket, meg a tenyerükön hordják őket, mint ahogy egyébként a párjuk is annak idején, amikor összejöttek, az első néhány hónapban, vagy évben akár, tenyerükön hordta. És igen. Ezt várják, erre vágynak alapvetően a férfi, meg ugye mire vágyik, arra igen. Vágyik, hogy az ösztöneit kielégítse. Tehát akkor ezzel egy ábrándot túl. Keresnek, amit nem kaptak meg igen, de az is megcsalás. Tehát én értékelitek túl a megcsalást egyébként szerintem maga, tehát alapjában túlértékel dolognak, tehát túlságosan berágtok rá. De nincs benne annyi, mint amennyire mondjuk fölrúg az ember egy házasságot, egy kapcsolatot. Csak a nő ugye érzelmi okokból lép félre, szerintem a Pali nem feltétlen. Igen, mert tudnád, ha te léptél volna félre, te azért tennéd, mert már szerelmes lehetél, és kifele lennél egy kapcsolatban. Kicsit vártam, hogy ezt most megszáfolod, ezt a Jani sztorit egyébként. Nem, hogy? Azt gondolom egyébként, hogy még 30 évvel ezelőtt azért léptek félre az emberek, hogy boldogak legyenek, azért ma azért, mert hogy boldogabbak akarnak lenni. Tehát nagyon sokszor egy hűnő meg egy férfi azért kacsint ki a kapcsolatból, mert nem feltétlenül van komoly gond, probléma azzal a kapcsolattal, csak egy kis kalandra, egy kis változatosságra vágyik. Hát egy csomó, nézd meg, nézd körül. Én egyébként egy hétig voltam alibi. Egy barátnőmnek. Nem vagyok alibisztél? Aha.
Hogy? Hát az volt a sztori, hogy nálad van, igen, vagy megkért, veled van. Hát megkért a barátnőm arra, ráadásul ismertem a párját is, és mit kedveltem őket, és egy idő után derült ki, hogy én vagyok az alibi, mert szólt, hogy figyelj ide, ha esetleg keres. Akkor nálad. Akkor mi együtt vagyunk. És ő a barátnőd volt? Nekem a hát barátnőm meg kell volt. Tenni. Nem kell megtenni, hát, szerintem. Én egy hét után mondtam neki, hogy én nem szeretnék ebben. De részt. Ha jóba vagy a férjével, mondom. Hát ez ugye nincsenek általános szabályok, nekem van egy barátom például, és nem vagyok jobb a feleségével, és ő megkér, akkor nekem, én segítek a barátomnak. De ha jóba lennél a feleségével is? Akkor azt mondom, hogy hagyjon ki belőle. Aha. Ha szeretném, de egyiknek se szeretem. Igen. A feleségét. Mert nem, mert a... Nem! Milyen vidáman fogtak együtt? Basszus, hát én egy szókimondok, hogy nem azt, hogy nem szeretem, semmilyen kapcsolatban nem vagyok velük. Mi pasik együtt vagyunk, mozgunk, de nálunk a csajos fiús program az kevésbé működik, és nem nagyon járunk el. Helyesek, nagyon sok elbeszélgetek velük, de semmiféle érzelmi kapcsolatom nincs egyiknek a feleségével se. De ez nem volt le a mi baráti kapcsolatunkból, mert hogy 25 éve vagyunk egyébként barátok. Tehát valószínűleg meg kérne falaznék, ha jóba lennék, barátja lennék a feleségének, nekem lelkizne, vagy panaszkodna, hogy képzeld, azt gondolom, a férjem megcsal, és az nekem mondná, úgyhogy falazok, abban valószínűleg nem vennék részt. De ha barátja vagy, hát miért sem segítesz neki, de megpróbálod lebeszélni. Miért segítesz neki egyébként? Mert a barátja. Mert a barátja vagy. Közben lebeszéled, hogy hülye vagy, ne csinálj, gyereked van, ne rúg föl, de ha megkér, akkor kutya kötelessége van, hogy persze, segítek neked, én segítenék. De közben megpróbálnám terelni. Mondtad, hogy most megköltözél haza virtuálisan. Nem, ezt a lehetőséget, és egyébként nem is kellett hazudnom, tehát egy telefonhívás, vagy ellenőrző SMS, vagy hasonló sem volt, tehát hogy veled van-e, vagy ilyesmi. De egyszerűen a tudat az, hogy engem bármikor hívhatnak, és nekem valakinek hazudnom kell, miközben tudom, hogy egyébként a feleség, a barátnő a túloldalon éppen mit csinál, ez rossz, borzasztó rossz. De ott mind a kettőjükkel jobban voltál, nem? Hát igen, egyébként. Az úgy nehezebb. A férjét kedveltem, nyilván a barátnő volt a barátnőm, és tök érdekes egyébként, hogy ők a mai napig együtt vannak, és szeretik egymást, és itt most nem arról van szó, hogy úgy szeretik egymást, hogy a nő állandóan félrelép, de hogy megtörtént egyébként ez évekkel ezelőtt ez a kis liaison, és ez így, hogy is mondjam, megerősítette a csajt. Hogy ő a párját szereti. De persze, figyelj, azért nehéz erről beszélni, mert nincs általános szabály, se örök érvényű dolog. Minden kapcsolat más. Van, ahol a nő például hónapok után nem akar lefeküdni a palival. Én megértem a pali azt mondja, hogy rám, fél éve próbálkozom, nem, elhidegültünk, nem akarod, megyek, megtetem. Hát csak, hogy ez nem történik meg ez a beszélgetés, tudod? Lehet, de van, ahol megtörténik. Van, ahol a nő félrelép rá, hogy szereti a családját, ad egy vérfrissítést a kapcsolatnak a félrelépés, és azóta tök jól működik a kapcsolatuk. Sőt, van, ahol kiderül és átlépnek rajta. Van, ahol soha többet nem beszélnek, tehát ez nehéz szerintem itt általánosokban beszélni, mert minden nő és minden férfi erre máshogy reagál. Ugye a párterapeuták szokták azt mondani, hogy ha megtörtént, akkor ezt az információt tartsd meg magadnak, és nem kell elmondani a párodnak, mert azzal nagyobb sérülést, fájdalmat okozol neki, mint hogyha nem tud róla. A kérdés az, mert ugyanazt mondják a párterapeuták, hogy legyünk őszinték, és beszéljük meg ezeket. Tehát, hogyha bennem megjelenik ez a fajta igény, akkor félrelépés. Nem is a félrelépés, hanem igen, azt érzem, hogy egyébként így lehet, hogy így most már kezd kevés lenni, akkor álljak elé és mondjam meg neki. Mindenképpen. És mit fog kezdeni ezzel az információval? Hát figyelj, az már az ő dolga. Szóval én azt gondolom, hogy készen kell állítani, hogy megcsaltalak, az hiba. Ha te elmondod és jelzed, és folyamatosan kommunikálod, és ő nem változtat, ugyanazok a hibák maradnak, vagy nem akar javítani, akkor mondhatod, hogy megtettél mindent. Ha nem mondod és megcsalod, akkor utána ott lesz az örök kérdés, hogy nem kommunikáltam, vajon megtettem-e mindent, mielőtt kilépek a dologból. Főleg, ha gyerek van. Az a legtisztább ügy. Figyelj, ez is ez nem jó. Ezen is ezen kéne változtatni. Ezt és ezt nem érzem már. Az emberek valahogy leszoktak arról, hogy egy párkapcsolatban ezt így az érzéseikről merjenek, vagy tudjanak beszélni. Pedig szerintem kell. Tehát a palinak ugyanúgy fontos a visszajelzés, hogy tudjuk, hogy bennetek mi van, mert azt gondoljuk, hogy jó, el vagytok, szerettek bennünket, mi is titeket, majd ha változik, szólok. Van ez a nagyon buta közhely. De te folyamatosan adsz jelzéseket, hát az tök jó. Aztán, ha nem változtat és félrelépsz, akkor legalább tudod mondani, hogy figyelj, fél éve jelzem, hogy ez a gondom. Nem változtattál, akkor most üljünk le és beszéljük meg. Ez egy tisztább helyzet, nem? Mint hogy egyszer csak megteszed és késztényekkel állítod. Egy ismerősömmel beszélgetünk arról, ami nekem a Miró el szokta mondani azt, hogyha kacérkodik lányokkal a pultban. Hát, tehát oda jön. Ja, már mint ő. Igen, tehát oda jön egy csinos lány, és akkor összemosolyognak, és hogy hogyan próbálta elkérni a Miró telefonszámát, és ezeken mi jókat szoktunk mosolyogni. És egy barátnőnk mondta azt, hogy hát, hogy milyen kínos és milyen végtelenül megalázó az, hogy ő ilyeneket az én orromra köt, mert hogy ezzel ő megaláz engem. De hogy is. Na, de ő csak ebben a saját igazságát mondja. Hát meg ebben nincs megalázás. Én szerintem több vagány dolog az, hogy pont ugyanolyan, mint amikor a férjed végignéz rajta, vagy amikor egy férfi végignéz rajta az utcán, és akkor
megsértés, meg van sértő. Miért kell megsértődni? Hogyha a férjed egy vonzó csávó, és bejön egy több, a többi nőnek is, szerintem erre büszkének kell lenni. Én erre abban az esetben, ha végignéznek egy nőt, így, na tessék, hát most képzeljétek el, mit él át a Viki. A feleségem egy türelmes asszony, évek óta így jelentek. Én láttam őket már kézenfogva sétálgatni a Váci utcába, érted, jobbra-balra dőlnek a csajok, mindegyiknek a bokán van a bugyi, ahogy meglátják a Balázs, érted, hogy csúszik le automatice. Nem irigy le. Semmi megalázó nincs, én nem tök, hogy elmondja. Jó a kapcsolatot. Kellenek ezek a visszajelzések. Jó pasi, jó csaj. És a végre egy kérdés, tehát hogyha valaki ebben a Ágnesek vagytok, és valaki becsönget, és azt mondja, hogy ő azt hiszi, hogy itt valami történik. Hát akkor mit csinálsz? Nyomozni. Kicsit leestem. Nem, Ágnes, ő írta a levelet a cetlit. Egy szomszéd becsöngött hozzá, és azt mondja, hogy kedves Ágnes asszony, adja már egy kis lisztet. Ja, és egyébként azt hiszem, hogy a férjem megcsalt. Hogy akkor mit csinálsz? Ez a legaljasabb dolog. Nem keveset. Szóval, hogy rávágod az ajtót, hogy ne szóljon bele, vagy elkezdesz gyanakodni. Hát ha gyanút egyszer elültetik, akkor az ott van. Mindegy, hogy kimondja. És költöző, Júli, van a bérlet? Találtál? Hogy ki az új partner? Van új partner, mesélj egy kicsit. Miben tudunk? Érdekelne? Én a konyhabútor féláron átveszem. Igen, a házágybetét nem kell, a tégesétek el nyugodtan. De szálljad jól. Puszi, Júli, köszi, hogy itt volt. Hello. Hármasugrás, játszunk már, itt is van a hallgatónk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Biztos szépen nek előbb-utóbb. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello! Szia! Krisztián vagyok. Krisztián, hello Krisztián. Honnan hívtál minket? Most éppen Dunakesziről, de amúgy Kismarosról. Na! Igen. Te jó hely. És mi, ingázol, repkedsz? Mit csinálsz? Nem, én teherautósofőr vagyok. Kamionnal szállítom most kavicsot. Ó, viszed a sódert? Most sódert, mindjárt negyed óra múlva meg aszfaltot. A vegyárját. Hát akkor zajlik az élet. És közben játszol velünk egyet. Kocsikázok, igen. Nincs is segítséged nagyon akkor. Hát nem igazán. Jó, nem lesz nehéz. Mehetünk? Persze, haladjunk. Persze. Könnyű, jó? Szerintem viszonylag könnyű. Így szól az első kérdés. Nyakbalkasztóért. Melyik amerikai párt elnök jelöltje Donald Trump? Hát kettő lehet, vagy a republikáns, vagy a demokrata, a republikán. Igen. Legújabb közvélemény kutatások szerint vezet egyébként. Vezet, ugye most van a demokratáknál még egy nagy-nagy gyűlés, kíváncsi vagyok, hogy mennyivel erősödik a Clinton, de minden esély megvan arra, hogy Trump legyen az elnök. Hát az szél, ez kell. Az laza lenne. Hát érdekes világ lesz, igen. Menjünk tovább? Haladjunk, persze. Sapkáért iszol a második kérdés. Milyen betűjelő rendszámmal közlekednek a muzeális minősítésű járművek? Na, az könnyű, Ótis. Így van, Oldtimer. Így van. Hát valóban nagyon kis gyépés kérdéssor ez most. Az. Hát én. Sikerült már. Jani számított rá, hogy én leszek. Igen. Mi legyen a harmadik kérdése? Haladjuk. Melyik az a klasszikus magyar sütemény, amely csokoládi, dió, sárga barack, lekvár ízesítéssel készül? Zserbo? Így is van. Jaj, te kis fincsi. Hát ez... Még bumbozzunk egyet. Na jó. Azon, a szoftver meghallja a nevét, és azon sajnos nem nyert, igen. Jól van, figyelj, hát ez gyors volt. Hát, Krisztián, ügyes vagy, küldjük az ajándékcsomagot. Morning Show, óra, sapka, pasztartó, minden benne van. Rendben, köszönöm szépen. Mi köszönjük, ciao. Sziasztok. Hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na jövünk, mindjárt 3-4-10 lesz, 5 perc, itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3-4-10 múlt pontosan 2 perccel. Ja nem lesz. Igen. Nem, mindegy is. Vagy volt. Lesz. Így van. Nem, egyszer csak 10. Jó, vezetékes volt. 180. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, miről is volt szó ma reggel. Mi volt a témánk? Kaptunk egy levelet, amit aztán, ahogy elmondtuk a felvezetőben, és nagyon sokan eljutottak hozzánk. Mindenki megkapta legalább 6 különböző vonalról. Van egy beteg kisfiú, Ricsinek hívják. Ő egy nagyon súlyos betegséggel küzd, és hát az ő anyukája írt egy levelet a Facebookon, hogy mama Ricsi szülinapja, küldjenek neki sokan ajándékot. Hál' Isten megtették, és egyébként a levél végére ugye adért, hogy Ricsi nagyon szeret bennünket, mekkora öröm lenne, ha felköszöntenénk. A levél eljutott hozzánk, nagyon sok fórumon keresztül mindenki elküldte e-mailben, SMS-ben egyenként nekünk, és
Úgyhogy felhívtuk Ricsi anyukáját, és Ricsit felköszöntöttük, és gratuláltunk neki. Ez volt az egyik témánk, a másik pedig Sukandorral foglalkozott, mert hogy kiderült, hogy hát ő hirdetéssel próbál feleséget találni. És ő egy rettenetesen szórakoztató közszereplője a magyar, hát nem is a közéletnek, ha lehet így mondani. Érti a humort, szereti, ironikus, önironikus, nagyon jó vele beszélgetni, egyfajta szellemi párbaj, ha lehet így mondani, mert megy az adókapok. Felhívtuk, hogy tudunk-e neki segíteni, egyáltalán milyen nőt keres. Ugye ő közzétette a Facebookon egy meglehetősen szomorú hangvételű levelet, hogy egyedül ment moziba hétfő este, és közel az 50-hez. Fél attól, hogy nem lehet gyereke. Igen. Felhívtuk, és egy kicsit megpróbáltunk bele lelket önteni. Hát nem tudom, hogy mennyivel van bejebb a párkeresésben, de mi jól szórakoztunk. Hát, de nagyon szórakoztató. Nagyon imádom. Úgyhogy jönnek, már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 7 perc, holnap pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel, jó fej. Nagyon szórakoztató egyébként. Nem is értem, hogy nincs csaja, ha ennyire vicces. Há, volt, csak eltűnt. Igen. Rányított, Andor. Rányított. Ja, jó arcéként szórakozhatom, mert néhány napon felhívjuk, hogy áll. Jó, kíváncsi vagyok. Hogy áll a lánykeresés? Mi újság, Csabi, minden oké? Minden, képzeljétek el, hogy elhatároztam, hogy most megint elkezdek mozogni. Mit csináljak szerintetek? Hagyjatok hát most már tényleg mozogja. Ugye? Kezdem, hogy két darab. Futsz felé? Igen. Én, a persze. Már most, hogy elhatároztad már 6-8 óra, most már tényleg. Kezdj el ma mondjuk két darab négy ütemű fekvő támasszal. Leülsz, leizzadsz, lever a víz, lefekszel. De mutasd már meg azt, hogy kell csinálni. Hát én tapsolsz csak. Így tü-tü-tü-tü-tü. Hát ezt tudom, akkor már régóta négy ütemű fekvő. Már megvan nekem is belőle. Ne sokat, mert elvágódsz aztán megint, mint a magukat. Meg holnap beszámolok róla, hogy sikerült, jó? Emeltes házba laksz? Nem, de emeletem. Emeltem? Elsőn. Mondd, hogy felfutsz párszor, lefutsz. De mi most mennyi vagy? Mázsa körül? Meg mennyi? Hogy állsz? Most mi járt 100 kiló? Hát de most mennyi? 90? Ehhez képest, amikor bejöttem, még adáson kívül azt mondtad, hogy hú, de jól nézel ki, Csabikám, fogytál. Jó, vagy a hajat hosszú, ezt kérdeztem. De élével látott. Igen. Na, de tényleg, le akarsz tudni? Nem mértem magam. Nem csak érzem, hogy kicsit szűkebbek a pólók. Már nem látszódnak a kockák a hasadon? Azok mindig látszódnak. Fussál, futottál régen. Igen. Hát, miért álltál le? Az olyan jól ment neked. Azt mondták, hogy álljak le, mert nem tesz jót a gerincemnek. Ilyeneket mondtak. Én ki mondta ezt? Irigyek voltak, csak irigyek voltak. Hát régen minden nap úgy jött, hogy mozogtál, sportoltál. Igen. Na ezzel most leálltam, de majd akkor kezdem. Mindenkinek van egy ilyen felívelése, kezdünk visszatalálni önmagunkhoz, nem? Igen. Feri tegnap bevallotta, hogy dohányzik, te leálltál a sporttal. Szépen. Neked megnőtt a hajad megint. Ma megyek fodrászhoz. 11 órán. Én tegnap benyomtam egy jó töltött paprikát. Jani újra húst lesz. A kapuzárás senkinél nem tart sokáig, úgy látom. Ez az volt? Neked? Túl vagyunk rajta? Nem tudom, hát mindenkinek volt egy ilyen nagy sporthullám, nagy fogyókúra hullám, nagy egészség hullám, tehát ezt nézd meg. Hát rájöttünk, hogy ugyanolyan szépek ugye? Hogy akkor is, nem hogy nem számít. Csak, hogy jobban érezném magam, biztos, hogyha felvenném a polót, és nem érezném azt, hogy úristen, kellett volna egy nagyobbat találnom a szekrényben. Így van. Hát igen. Na valamit. Balázs CrossFit testvérénére azóta már egy zöldséges nyitott. Visszaadta a diplomáját, mint hogy belőlem nem tud megélni. Ez kevés lesz. Úgy, nem megyek, majd megyek, csak most pihenek. Jó. Reméljük hallotta az edző. Értem. Hívjuk a nap hallgatóján. Addig ugyanitt hallik használt kettlebellek eladó. Morning Show. Az bizony. Sziasztok. Laca, hello, jó reggel. Igen, reagáltál egy történetünkre, ugye Feri 9 óra előtt elmondott egy történet, látott egy internetes videót, amikor is ugye a lányok kezéből a mobiltelefon tépnek ki úgy, hogy kiugranak a metróból, kiderült, hogy egy 4-5 éves történetről van szó, és aztán a hallgatók elkezdtek reagálni, bár én megvettem a Ferit, mert hát tényleg, ha itt sokat internetezünk, az a baj, ha nem ülünk a gép előtt, az a baj, hát semmi se jó. Te azt írtad nekünk, Feriéknél egy széles sáv van, az M7-es. Mi ezt nagyon szeretjük, Laca, te vagy a nap hallgatója. Jaj, nagyon szépen köszönöm. Hol hallgatsz minket, merre vagy? Hát most értem be a munkahelyemre. És az hol van? Ez Óbudában, Kaszásgyűlön mellett. Ó, Óbuda! Hát egy Óbuda gyereke! Igen. 7 év után érte. A betyárját. Laca, küldjük az ajándékcsomagot. Nagyon szépen köszönöm. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Sziasztok. Szép napot. Szia. De biztos Lőrincről ment oda. Vagy a 13-ból. Vagy a 13-ból. Igen. Simán lehet. Milyen zenék, Csabikám? Jó zenék? Hozom nektek, vigyázz, ezt el kell olvasnom. Lekuang Hui. Tényleg? Ez a neve. Igen. De mindenki csak úgy ismeri, hogy Benji.
Benji, emlékeztek? Az X-faktorban Benji. Volt a Benji. Volt egy kutya, amit Benjinek hívtak. Egy robot kis kutya, azaz. Egy robot repült mellette mindig, vagy kettőt keverem. Igen, mert meg akartak dobni bele. Volt, vagy a Zack volt a robot, és Benji volt a kutya? Két évvel ezelőtt volt az X-faktorban a Benji, aki akkor szériának a legjobb férfi előadója lett. Istenes Benji. Ne bánsz az öcsémet, jó? Vietnámi származású kisrác, aki nagyon tehetséges volt, nagyon hangja volt, kicsit ilyen félingnek visszahúzódott. Csak aztán visszatoloncoltál. De aztán most nem itt maradt. Meglátott egy óriás plakátot is. És most hozott egy dalt magyarul énekel benne. Elbizonytalanodott, hogy jó helye. És zseniális, hallgassátok meg, tényleg nagyon jó. Igen, jó? Igen. Tényleg? Jó. Tehát visszavonult, kicsit kikupálódott, erősödött, majd visszatért? Inkább csak erőgyűjtött. Nem hiszem, hogy nagyon visszavonult, csak kereste a lehetőséget, meg a saját hangját, mert ugye az X-faktorban nem tudja megmutatni magát, mert mindig feldolgozásokat énekel, és most azt mondja, hogy megtalálta. Úgyhogy ez a filteres álmok, ez már ő. Filteres álmok. Nem elírás, hogy nem flitteres? Vagy nem. Filteres, Benji flitteres álmok, meg is van pecsételve. De miért? Igen, ő is leszokóban van, és még nagyon nem. Ez is egy ilyen kis utalás. Ahogy képeket készítünk, és mindenféle filtereket teszünk rá, mert a telefonunk, meg az okos eszközünk erre ad lehetőséget, és erre van egy kis utalás ebben. Filteres álmok. Filteres álmok, Slukkandor ajánlásában. Csabikám, meghallgatjuk mi ezt a filteres álmokra. Ezért ajánlottam. Elmondjuk, hogy milyen volt. 555-55-00, itt lehet Csabitól dalt kérni, ha szeretnétek, vagy SMS-ben, mi pedig holnap érkezünk. 6 órakor, szevasztok! Sziasztok! Csak. Hello! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már